Jó napot kívánok, Gombos László vagyok. Önök a Kivágott Részek 1 című műsort látják, ami a Reformok 1 kiegészítése. Röviden összefoglalva, ebben a műsorban szó lesz a demokráciáról és diktatúráról, a szétválasztott hatalmi ágakkal kapcsolatos részletszabályokról, az alkotmányos változásokról és az államtitkok korlátozásáról. Bevezetőként a demokrácia története röviden. Athénban időszámítás előtt 508-tól időszámítás előtt 404-ig beszélhetünk demokratikus működésről. Rómában időszámítás előtt 510-től időszámítás után 46-ig tartott a demokrácia. Az ókori világ összeomlása után, Izlandon időszámítás után 930-ban a vikingek létrehozták az első nyugati demokráciát, akik valószínűleg a görög vagy római demokrácia fogalmáról sem hallottak addig, és mégis megcsinálták, mert a demokrácia az emberi szabadság vagy megtestesülése. Man-sziget, a mai Írország és Anglia között. Időszámítás után 979 megalapul az első olyan parlament, mely a mai napig működik. 1700-as évek végén az USA, majd Franciaország alkotmánya már a felvilágosodás szellemében íródott. Ezzel létrejöttek az első modernkori demokráciák. A felvilágosodás Magyarországon is azonnal megjelent, mint eszme, de itt előtte még modernizálni kellett a nyelvet, nyelvújítás, és a társadalmat nemzeti öntudatra kellett ébreszteni, reformkor. Hogy egyre szélesebb körben elterjedhessen a szabad, demokratikus gondolkodás. Ezzel egy időben Magyarországon is kezdetét vette a modern piacgazdaság kialakulása, mely lényeges eleme az újkori demokráciáknak. Demokráciák és diktatúrák. Egy jól működő demokrácia széles jogköröket biztosít a társadalomnak. Ez emberségessé teszi a rendszert, másrészt stabilitást ad. Egy diktatúrában, ha valakinek nem tetszik valami, abból szinte biztos, hogy erőszak lesz. Egy demokráciában lehet tüntetni, sztrájkolni, pereskedni az állammal is, leváltani a vezetőket, vagy például a szegényebbeknek külföldön munkát vállalni. Amíg egy diktatúrát ritkán lehet perelni, még ritkább, hogy valakinek igazat adnak. Egy diktatúrában ritkán engedik meg sztrájkokat, a tüntetéseket, és a hatalmon lévők úgymond leválthatatlanok. Sok diktatúra nem engedi külföldön munkát vállalni a társadalom szegényebb feltörekvő tagjait, ami szintén jelentős társadalmi feszültséget halmoz fel. A 20. század diktatúrái nem csak az emberiség egyre nagyobb műveltsége miatt buktak el olyan gyorsan, hanem mert rendszerint kiélezték a helyzetet. Nem engedtek semmilyen sztrájkot, tüntetést, állammal szembeni pereskedést, azt, hogy leváltsák a vezetőket, vagy hogy bárki is külföldre menjen. Ezzel viszont elérték, hogy valaki vagy elfogadja mindezt, vagy tesz ellene. De ha tesz ellene, akkor az életét kockáztatja, tehát meg kell halnia. És ha már meg kell halni, akkor a diktatúra annyi emberét öli meg, amennyit csak tudja. Például Magyarország 1956. Gyakorlati szempontból azért fontos széles jogkört adni a társadalomnak, mert a társadalmi feszültség levezetődik. Jó esetben a problémák megoldásával, így a rendszer stabil marad. Azt, hogy a diktátorok nem engednek senkit beleszólni a döntéseikbe, önbizalom hiányra utal. Félnek attól, hogy jön valaki, aki okosabb náluk, és akkor vége lesz a hatalmuknak. Ezért volt az, hogy Hitler, Stalin, Rákosi és a 20. század más diktátorai rettegtek a felsőoktatásban tanulóktól és tanítóktól. Féltek a tudósoktól, így mindnyájukat kivégeztették, börtönbe záratták, vagy munkatáborba záratták, kirúgták, megfigyeltették, egyetemeket zárattak be, csökkentették az egyetemre járók számát, magas tandíjjal vagy más szűrővel megszűrték az egyetemre járókat. Az 1990-es évek előtti Magyarországon azért nőtt a felsőoktatásban résztvevők száma, mert a haditechnológiát megpróbálták javítani, ezért egyre több lett az egyetemista, de ez ránőtt a diktatúra fejére. Mert az elnyomottak intelligensebbek lettek, mint az elnyomók. A világtörténelem eddigi nagy tanúsága, hogy egy államszervezet megfelelő felépítéséhez szükség van önbizalomra. A diktátorok folyton attól rettegnek, hogy ma jön valaki, akinek nem tetszik valami és megdönti a hatalmukat. Minél tovább vannak hatalmon, annál inkább eluralkodik rajtuk ez a félelem. A félelmeik irányítják őket, mint minden vesztest, és el is buknak. Egy demokrácia is csak akkor működhet jól, ha nem rettegünk egymástól, ha nem félünk átadni a bíróknak a legfelsőbb bíró kinevezési jogát, főleg mivel ők értenek ehhez. Amennyiben hatalmat adunk egymásnak, lehetőséget teremtünk. Bár lesz, aki nehezen tud élni a lehetőségeivel, de sokan könnyedén, és így születik a siker. Ha lehetőség nincs, siker sincs. Ahhoz, hogy lehetőség legyen, szükség van hatalomra, amit egy jól működő demokrácia megad a tagjainak. Minél többen válnak sikeressé, az az egész társadalmat annál sikeresebbé teszi.
Kormányzati szempontból, ha valakinek elegendő önbizalma van, nem akar magának minden hivatali hatalmat, mert a valódi hatalom a tudásból ered. Idézném J.K. Rowlingot. Minden zsarnok maga teremtette meg a legveszélyesebb ellenfelét. Van fogalmad róla, mennyire rettegnek a zsarnokok az elnyomottaktól, mind tisztában vannak vele, hogy előbb-utóbb lesz egy az áldozatai közül, aki feláll és visszavág. Mindig résen volt, mindig figyelte, ki lehet az, aki majd szembeszáll vele. Idézet vége. A háború a legszörnyűbb dolog, ami az ember lelkével történt. Ezért is fontos a demokrácia nyújtotta béke. Bár nagy ritkán demokratikus ország is keveredhet háborúba, de legalább önmagunkon belül meg tudjuk őrizni a békét. Egy diktatúra az állandó hadakozásról szól kifelé és befelé is. Egy hely, ahol az ember lelke nem nyugodhat békében, főleg, ha valakiben van emberség és fel tudja fogni, hogy a diktatúra mit jelent. A szabadság önálló gondolkodásra nevel, amíg a diktatúra minden erejével igyekszik elfojtani azt. Egy demokrácia minél jobban működik, a benne élők annál szabadabbak. George Orwell az Állatfarm című regényében nem csak Sztálin rendszerét mutatja be, és nem is csak a gyarmatok széthullását és annak következményeit, hanem a rendszerváltás utáni keleti blokkra is igaz. Az Állatfarm című regény mesébe bújtatott politikai mű. Arról szól a mese, hogy az állatfarmban összefognak az állatok, az emberek elnyomottai, és elűzik az embereket, az uraikat, a diktátoraikat, és szabaddá válnak. De az állatok közül csak a disznók tudnak írni, akik a többiekkel egyetértésben megalkotják az állatfarm alapszabályait, amik biztosítják a békés együttélést. De a disznók a tudásukat felhasználva elkezdik átírni a szabályokat. Egy idő után már figyelembe sem veszik a szabályokat, egyre akaratosabbak, egyre erőszakosabbak lesznek, míg végül újra visszajön a diktatúra. És a disznók lepaktálnak az előzött uraikkal, az emberekkel. A folyamat során egy őrült hataloméhes csoporttá válnak. De, mint minden diktatúra, ez is elkezd széthullani, mert például értelmetlen, vezető, dicsőítő műveket csináltatnak a többiekkel, az alattvalóik elmenekülnek, és végül a disznók hatalma elbukik. Ez a volt gyarmatokon úgy nézett ki, hogy a franciák, az angolok és minden más gyarmatosító eltaposta a más kontinenseken élő embereket. De ahhoz, hogy maximalizálják a belőlük kinyerhető hasznot, ezért megtanították néhányukat írni, olvasni, számolni, pára jogi ismereteket szereztek, vagy épp közgazdasági vagy katonai ismereteket. Amikor a gyarmatosítók elbuktak, mert tönkretette őket az első és a második világháború, a gyarmati lázongások és gyarmati elégedetlenség, ezután azon kevesek kerültek hatalomra az ex-gyarmatokon, akiknek volt elegendő ismeretük az állam működtetéséhez. Ezek az emberek rendszerint még a gyarmatosítóknál is brutálisabban nyomták el a volt gyarmatokon élőket. Borzalmas háborúkat csináltak és lepaktáltak a volt gyarmatosítókkal, vagy két új hataloméhes csoporttal, az USA-val vagy épp a Szovjetunióval. Hogy megtartsák a hatalmukat, csak kevesek számára tették lehetővé a tudás megszerzését, kevés felsőoktatási intézményt alapítottak vagy tartottak fenn, és ott is megszűrték a jelentkezőket. Mindenhol arra hivatkoznak, hogy nincs pénz az oktatásra, miután fegyverkezésre elköltötték az összeset, valóban nem volt. Sok helyen a mai napig ezt játsszák. A volt keleti blokk országaira is igaz az állatfarmban leírt helyzet, mert a rendszerváltás előtt jogi és közigazgatási tudást csak kevesen kaptak, ők kerültek hatalomra a rendszerváltás után. A társadalom hiányos jogi ismereteit kihasználva olyan rendszert építettek ki, ahol bár vannak választások, de onnantól kezdve, hogy megválasztották őket, már minden hatalom az övék. A rendszerváltáskor megszerzett hatalmat felhasználva meglopták a közösséget, például az olajszőkítésen és a privatizáción keresztül. Az utódaik, például az Orbán kormány, bár igyekeztek maximalizálni az egykézben összpontosuló hatalmat, de nem voltak hasonlóra képesek, mert az állami vagyon nagy része már eltűnt, ezek a hatalmas pénzek már nem játszanak. Azért így is sikerült a közbeszerzési pályázatok összértékének a felét egy közgép nevű vállalatnak adni, ami Orbán barátjának a cége, és magánnyugdíjpénztári megtakarításokat is államosították, hogy aztán saját politikai céljaiknak megfelelően elköltsék mások magántulajdonát. Kiosztottak pár hektárnyi termőföldet a vidéki barátaiknak, és a cigaretta bizniszt is saját zsebre játszották át, de ez már semmiség a rendszerváltáskor ellopott összegekhez képest. Az is tisztán látható, hogy őket még a rendszerváltás előtt képezték. Az állatfarm disznóihoz hasonlóan ők is fellázadtak az elnyomók ellen, de a vége, az ő meggazdagodásuk, mások nyomora és a sorozatos jogsértések lettek. A megoldás. Természetesen nem elegendő a személyi változás. Szükséges a hatalmi ágak szétválasztása, az államtitkok létrehozásának erőteljes korlátozása, tehát minden olyan hatalmi jelen megszüntetése, ami
törvényszerűen elvezetett idáig, lényegét tekintve a politikusok túlzott hatalma. Sajnos európai létünkre a társadalom számára a legismertebb demokrácia az USA, a filmekből. Az Egyesült Államokban az 1700-as évek végén létrejött a demokrácia, amivel az Egyesült Államok lett az akkori világ legdemokratikusabb állama. A helyi rendőrség vezetőjét a helyi lakosok választották meg, az esküdtszékek ítélkeztek, amik a lakosságból jöttek létre, és a törvényhozás tagjait is a lakosság választotta. Ezzel szétváltak a hatalmi ágak. De idővel az úgynevezett szövetségi legfelsőbb bíróság óriási hatalomra tett szert a bírósági rendszeren belül. A legfelsőbb bíróság tagjait az elnök, ugye a törvényhozás meghosszabbított keze választja. Minden fontos ügy hozzájuk kerül, ezzel romba dőlt a bírósági rendszer függetlensége. A másik, hogy az 1900-as évek elején létrehozták az FBI-t, ami a helyi rendőrségek feletteseként működik, és ezzel romba dőlt a végrehajtás függetlensége, mert az FBI vezetőit is politikusok nevezik ki. Bár helyi szinten megmaradt a rendőrség választhatósága, de minden lényegi ügy az FBI-hoz került. Legvégül ehhez jött hozzá a CIA, ami úgy rúgja fel az emberi jókat, hogy mindezt még titokban is tarthatja. Például Salvadorban támogatták a katonai diktatúrát. A támogatottjaik 70 ezer szalvadorit öltek meg. A diktatúrák természete. Az oszmán birodalmat első Szulejmán virágoztatta fel. Megszerezte Észak-Afrika egy részét, Irakot, Magyarország egy részét, Rodosz szigetét, ezzel a birodalom hatalmasra nőtt. De a halálától kezdve a birodalom hanyatlani kezdett, mert a vezetéssel járó óriási hatalom minden erőszakos, idegbeteg, szadista, hataloméhes idiótát vonzott. Az utódai kegyetlenek voltak, alkoholisták lettek, egész nap a háremben voltak, és nem foglalkoztak az országgal. Egy kiegyensúlyozott, demokratikus, erősen kontroll alatt tartott hatalom a legrosszabb esete, ha jelentéktelen ember kerül hatalomra. De az őrülteknek esélyük sincs. A hataloméhes, például Napóleon-szindrómás típusok csak akkor kerülnek elő, ha lehetőség van egy kézben összpontosuló államhatalmat építeni, mert nincs megfelelő kontroll. Diktátorok típusai. Két alaptípusa van a diktátoroknak, a katonai diktátor és a polgárias diktátor. A katonai diktátorok két alcsoportra oszlanak. Első, azok, akik rákényszerülnek arra, hogy saját kezüleg is erőszakoskodjanak. Azért nem hozok példát, mert ők a legkisebb halak, az ő neveik rendszerint feledésbe merülnek. Ők azért kényszerülnek rá, hogy saját kezüleg is öljenek, mert nincs elég nagy aparátusuk, vagy már alapból olyan csoportban találják magukat, ahol ezt elvárják tőlük. Második típus. A katonai diktátorok második típusa. Vannak azok, akik nem kényszerülnek rá, de mégis erőszakoskodnak, például Nagy Sándor. Van egy átmeneti típus, aki látszólag úgy él, mint egy katona, de nem az, és személyesen nem is erőszakoskodik, eddig ismereteik alapján Idi Amin Uganda volt diktátora. A modern korban már nagyon sok polgárias diktatúrával találkozunk. Ezekre jellemző, hogy a vezetőik személyesen nem erőszakoskodnak, és nem is nagyon próbálkoznak vele, hogy önmagukat katonaként állítsák be, például Sztálin, Hitler, Rákosi. Ők hivatalból, íróasztalok mögül dirigálnak. Van köztük, aki milliókat ölt meg, de saját kezüleg egy embert sem ölt meg. Ez a polgárias diktátor. Minden típus közül a legszörnyűbb, legnyomasztóbbak a polgárias diktatúrák voltak, ahol a teljes társadalom kontrollálására törekedtek, és ettől az erőszak partalanná vált. Hitler igyekezett megöletni a demokrácia híveit, akkoriban főleg a szakszervezeti tagok és a szociáldemokraták voltak ilyenek. Ölette a szocialistákat és kommunistákat, tehát a többi szélsőséges őrültet, akik nem osztották a nézeteit. A zsidóvallásúakat is gyilkolta, zsidónak számították azt is, akinek csak az egyik nagyszülője volt zsidóvallású. Gyilkoltatta a fogyatékkal élőket, a lengyeleket, a romákat. Mivel a nácizmus egyben egy vallás is volt, ezért fölöslegesnek érezték a katolikusokat, a reformátusokat és minden egyéb nagy vallást, ezért ezen vallások híveit is írtották. Megölték a melegeket, igyekeztek kiirtani a mai Ukrajna területén élő összes embert, az oroszokat is tömegével gyilkoltatták. És Hitler mindez a német társadalmat használta ágyútölteléknek, akik közül kiirtandó célpontként vagy katonaként szintén milliók haltak meg. Továbbá, aki nem volt református, zsidó, katolikus, roma, lengyel, ukrán, orosz, fogyatékkal élő, nem érdekelte a demokrácia, nem volt kommunista, szocialista vagy meleg, de nem tetszett neki, amit Hitler csinál, szintén felkerült a kiirtandók listájára. Erre mondom azt, hogy partalanná vált az erőszak. Más korokban is voltak brutális hatalmi csoportok, de a modern technológiával már egész térségeket tudtak elpusztítani nagyon rövid idő alatt.
Amúgy a nácik elől menekülő többek között magyar zsidó tudósok találták fel az USA-nak az atombombát. Minden csoport, ami nem az intelligens viselkedésből építi a hatalmát, törvényszerűen elbukik. Hitler egy évtizedig volt hatalmon, Stalin viszont még ennél is hosszabb ideig. Ő még a saját környezetét is kiirtotta újra meg újra azért, hogy aki egyszer belekóstolta a hatalomba, nehogy leváltsa őt. Ennek ellenére 100 meg 100 gyilkossági kísérlettel próbálkoztak ellene, de szerencséje volt, életben maradt. Sztálin uralkodása alatt a Szovjetunió lakossága majdnem kihalt. Sztálin a gazdagokat és a közepesen gazdagokat is írtotta. Aki a Szovjetunióban közepesen gazdag volt, a mostani Magyarországon maximum koldus lehetne. Továbbá a kisebbségek ellen is brutális erőszakkal lépett fel. Deportálta a csecseneket, az ingusokat, a tatárokat, a kalmükokat. A deportálással olyan helyekre kényszerítette őket, ahol garantáltan nem tudnak életben maradni. Csak ezzel a lépésével kb. 1-2 millió ember halálát okozta. Tömegével írtotta a lengyeleket is Sztálin. Romániában a demokrácia feltételezett hívei közül 200 ezeret öletett meg. Egy dolgot ne feledjenek el. Például Hitler nem azzal kezdte, hogy koncentrációs táborokat épített és milliókat öletett meg. Első lépésként lebontotta az akkori Németország gyengélkedő demokráciáját, és csak ezután nyílt lehetősége erre az őrületre. Ezért is fontos minőségivé tenni a demokráciát, a megfelelően szétválasztott hatalmi ágakkal, az állami titkolózás megszüntetésével, stb. Azért van az, hogy a Nagy Sándor féle katonai diktátorok nem csináltak olyan nagy pusztítást, mint a polgárias diktátorok, mert katonák vették körül, és az igazi katonák nem ölnek civileket. A polgárias diktátorokat viszont az általuk felemelt söpredék vette körül, akik imádtak katonásdit játszani, de sosem voltak katonák. Így nem alakult ki bennük a katonai becsület, például civileket nem bántunk. Nem csak a demokratikus, hanem a diktatórikus működést is skálán mérjük, tehát azt, hogy mennyire diktatórikus egy adott államszervezet. Az itthoni rendszert két egybefüggő dolog különbözteti meg a diktatúrától. A szabad és könnyű pártalapítás joga és a választásokon indulás szabadsága. Ha ezek közül bármelyik kiesik, a magyarországi rendszer diktatúrába fordul. Mert onnantól kezdve a politika irányítja az összes hatalmi ágat, ami baj, de jelenleg ez szabad választások útján megváltoztatható. Ha viszont nem alapíthatunk könnyen és szabadon pártot, vagy nem indulhatunk a választásokon, vagy csak mindenféle megkötéssel, akkor onnantól kezdve már nem lehet jogi úton változást hozni. És csak reménykedhetünk benne, hogy ez esetben a változás békés lesz. Pedig a demokráciát mindenképpen lényeges békésen megélni. Egy demokrácián belül hatalomra kerülhetnek alkalmatlan emberek, de soha nem bántjuk őket. Ilyen esetben az erőszak nem szól másról, mint önbizalom hiányról. Aki nem bízik a saját képességeiben, az nyúl az erőszak látszólag egyszerűbb eszközéhez. Ha a hatalomra jutott személyek nem tárgyalóképesek, akkor is 1000 dolgot lehet csinálni. Sztrájk, tüntetés, pereskedés, stb. Alkalmatlan vezetés diktatúrában, demokráciában. Azt is jól lehet látni a történelemben, hogy minden hatalmi csoport minél nagyobb bajban van, annál kicsinyesebb, annál kegyetlenebb. Például, amikor az Oszmán Birodalom darabokra hullóban volt, egyre több személyeskedés volt a szultáni udvaron belül. Idővel szinte rendszeressé vált az erőszakos hatalmi változás. Ugyanez igaz a demokráciákban is. Például, amikor 2010-ben a mostani kormány államosította a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat, hónapokig úsztak a pénzben, a hatalomban. Nem mondták el egy héten 100-szor, hogy milyen gonosz a többi párt. De 2011-ben már 550 milliárd forint értékben vontak el a lakosságtól. 2012-ben kb. 700 milliárd volt a megszorítások végösszege. 2013-ban kb. Újabb 800-900 milliárd várható a megszorítások végösszegeként. Már 2012 végére 1 millióval nőtt a szegények száma, és 1,5 millióval csökkent a kormánypár szavazótábora. Minél nagyobb bajban voltak, a kormány minden évben egyre sűrűbben mondta el, hogy az ellenzéki pártok tulajdonképpen a sátán szülöttei, Teli Hortkor, az ördöggel cimborálnak és amúgy is döbbenetesen gonoszak. Nemrég a török kormány kijelentette, hogy az egyik hitelminősítő rossz minősítése politikai támadás Törökország ellen, mert ideológiai háttérrel bír. Úgy lehet már messziről felismerni egy rossz vezetőt, politikus, cégvezető, stb., hogy másokra mutogat, vagy az őt minősítőket szídja. Ez mindig az önbizalom hiányjele. Igyekeznek a többit lejáratni, hogy az ő szintjükre kerüljenek, vagy a véleményük ne érjen semmit a szavazók szemében. A török államot azért minősítették le, mert hatalmas kölcsönöket vett fel,
hogy aztán a pénzt odaadja a bankoknak, akik majd szétosztják a népnek, és ezzel beindul a fejlődés. Más szóval, az állami vezetés a társadalmat eladósította, hogy pénzt adjon a bankoknak, hogy azok egyéni szinten is mindenkit eladósítsanak. Hogy alkalmatlan egy adott állam vezetése, ez már abból is látszik, hogy milyen típusú kiadásai vannak az államnak. Ha az állam a saját luxusára költ, presztízs beruházásokra, ott látható, hogy a társadalom nem képes megfelelően irányítani az államot, és látható az állami vezetés teljes alkalmatlansága. Kormányzati luxusberuházásnak számít minden pénz elköltése, amivel kormányzati épületeket vagy azok környékét teszik rendbe, amíg a társadalom lakóházai közül csak egy is romosan áll. Ha a társadalom megtanulja irányítani az államot, és alkalmas politikusokat választ, nem történnek presztízsberuházások. Például hatalmas épület monstrumok építése, amikre rendszerint a legkevésbé van szükség. Magyarországi példa. Budapesten a Kossuth teret 2013-14-ben 27,3 milliárd forintból újítják fel, miközben a szegények száma bőven meghaladja a 4,6 milliót. A pénz ideális elköltéséről majd a későbbi adásokban lesz szó. Pénz, demokrácia és diktatúra. A diktatúra vezetése eltapos másokat, ezért mindig sarokba van szorítva. Ez pénzügyi problémák esetén a rendszer megtöréséhez, bukásához vezet. Egy demokráciában, ha a kampányban valaki azt mondja, hogy az olajválság miatt megszorításokra lesz szükség, hogy összegyűjjön az üzemanyagfogyasztás csökkentő technológiához szükséges pénz, és megválasztják, akkor elfogadható a megszorítás. De ha egy diktatúra vezetése mondja ugyanezt, ahol törvényszerűen mindig vannak elnyomott csoportok, és a társadalmat addig is csak szociális juttatásokkal tudták elhallgattatni, és egy ilyen helyzetben csinálnak megszorításokat, a társadalom felháborodik, a rendszer belső körei megosztottá válnak. Már csak azért is, mert ez az ő bevételeiket és az ő hatalmukat is csökkenti. Egy diktatúra vezetésén belül a megosztottság elbizonytalanodást eredményez. Az elbizonytalanodás után a bukás jön. Ha annyira gyengék, hogy amúgy is csak erőszakkal tudták fenntartani a diktatúrát, erre még megszorításokat is csinálnak, abból rövid időn belül a rendszer végzetes meggyengülése, majd bukása jön elő. Minél kevesebb pénzt tudnak adni az elnyomottaknak, annál inkább nő az erőszak. Észak-Koreában azt lehet megfigyelni, hogy ott iszonyú a nyomor, és kizárólag az erőszakkal tudják fenntartani a rendet. De ott már annyira szörnyű a helyzet, hogy az ottani kiváltságos réteg sem számít gazdagnak egy nyugati társadalomhoz képest. Azt is meg lehet figyelni, hogy ott minden feladat, amit az egyén nem tud megcsinálni, az az állam feladata. A szabad piacgazdaságon belül viszont az államnak nem kell erőlködnie, például munkahelyek teremtésével, mert azt az alacsony adók és jól működő állam mellett a vállalkozók maguktól megteszik. Nem kell fenntartani a rendszert, mert az fenntartja önmagát egyszerűen azzal, hogy alkalmazkodik a valósághoz. A szabad piacgazdaság mellett kialakul a demokrácia, mert a vállalkozók elvárják, hogy ne az döntsön a bírósági ítéletekbe, hogy kinek vannak magasabb kapcsolatai, hanem egy független bírósági rendszer. A vállalkozók elvárják a végrehajtó szervektől, hogy például a rendőrség ne legyen részrehajló, mert nem szabad az alapján elkapni senkit, hogy kinek vannak kevésbé jó kapcsolatai a vezetésben. Ezekből egy dolog következik, a szétválasztott hatalmi ágak. Ami már nem tűri meg a diktatúrát. Demokrácia alakul ki, és megint ott tartunk, hogy a demokráciában senki nincs sarokba szorítva. Már csak azért sem, mert ha szétválasztjuk a hatalmi ágakat, akkor az állam méretétől függően, ha vezetésről beszélünk, akár több tízezer embert is jelenthet. Az országon belüli vezetéshez hozzájön még a tömérdek, cégtulajdonos, cégvezető, stb. Ráadásul egy demokráciában a társadalom, ha nem elégedett a politikai vezetéssel, akkor leválthatja azt. Tehát a rendszer sosem szorul sarokba. Ha kevés a pénz, akkor sem. A vezetők változnak, a rendszer fennmarad. A diktátorok minél tovább vannak hatalmon, annál tovább és összességében annál többen ajnározzák őket. Ez demokráciákban is igaz, de ott legalább 4-8-12 évente cserélődik a vezető réteg, amíg egy diktátor akár 20-30-40 évig is uralkodhat. Plusz egy diktátornak rendszerint nagyobb hatalma van, mint egy demokratikus vezetőnek, aminek következtében még többen hízelegnek neki. Ezért nincs olyan diktátor, aki ne menne át jelentős jellemtorzuláson, már ha addig normális volt. Ebben is nagy segítség egy demokrácia, ahol szét vannak választva a hatalmi ágak. Ilyen helyzetben alapvetően 4 év, és mindössze a törvényhozás áll a politikusok rendelkezésére, amit kontroll alatt tart a többi hatalmi ág. Ennek következtében jóval kevesebben és jóval kevesebbet ajnározzák őket, ezzel arányosan a jellemtorzulás is csökken.
További lényeges különbség a demokratikus és a diktatórikus rendszerek között, hogy a diktatúrában az állandó hatalom miatt ellustulnak a vezetők. Ezzel szemben a demokrácia formában tartja őket a rendszeres teljesítménykényszer miatt. Ennek egy durvább megvalósulása volt, amikor a második világháborúban Németország megtámadta a Szovjetuniót. Ennek hallatán Sztálin úgy berúgott, hogy 3 napon át csak részegen fetrengett az egyik nyaralójában. A példa folytatásaként a demokráciák politikusai Hitler támadására ennél jóval értelmesebben reagálnak. Amúgy Sztálin a későbbiekben sem szerepelt túl jól. Padlóra kerülése után annyira kegyetlenül viselkedett, hogy akkor már azzal volt baj. A kezdeti padlóra kerülése több 100 000 orosz életébe került, a későbbi kegyetlenségei miatt viszont több millió orosz halt meg. Egyik végletből a másikba esett, és nem volt, aki megállítsa, mert ilyen a diktatúra. A demokráciában egy ilyen gyenge teljesítménynek már a kezdetén leváltják a vezetőt. A második világháborúban is bebizonyosodott, hogy az emberségesség elve mindenen felül kerekedik. Amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, addigra Sztálin a Szovjetunió legalább 25 millió lakójával végzett. Az oroszok jelentős része eleinte megszabadítóként tekintettek a kultúráltabbnak ígérkező németekre. Ezért a kezdetekkor a hadsereg nem harcolt keményen, és a polgári lakosság is örült. De amikor kiderült, hogy a németek legalább olyan brutálisak, mint Sztálin, a lakosság összeszedte magát és megnyerte a második világháborút a németekkel szemben. A németek szempontjából ugyanez igaz. Ott is az emberségesség elve kerekedett felül. A német katonák a szovjetek ellen rendszerint az utolsó csepp férjükig harcoltak, mert mindenki tisztában volt vele, hogy akit Sztálin elfog, azt megölik, megkínozzák, halálra éheztetik, esetleg halálra dolgoztatják egy szibériai munkatáborban. Amíg az Egyesült Államokról mindenki tudta, hogy emberségesen bánik a hadifoglyokkal. És ennek az lett a következménye, hogy miután az USA Európában felvette a harcot a náci Németországgal, a német katonák 100 000-ei adták meg magukat, letéve a fegyvereiket, ami legalább fél évvel rövidítette le a háborút. Ezt hozta magával az USA akkori emberséges magatartása. Az USA mostani embertelen magatartása például a dróntámadások, vagy épp a diktatúrák támogatása a Közel-Keleten fanatikus harcosok tömegeit hívja életre, akik az utolsó csepp vérükig harcolnak, vagy épp öngyilkos merényletekkel lépnek fel az USA ellen. J.K. Rowling szerint a jóképességű diktatórikus politikusokat körülvevő emberek között mindig akadnak gyengék, akik védelmet keresnek, becsvágyók, akik osztozni kívánnak a dicsőségben, és vannak, akik szimplán gonoszok. A gonoszokat azért vonzza a vezér, mert a kegyetlenség és a hatalomszerzés rafinált módjait leshetik el a vezérüktől. Rowling a fő rossz fiúját, Voldemortot Hitlerről mintázta. Hitler környezetében ezek az emberi tulajdonságok kombinálva voltak felfedezhetők. Becsvágyó és gyenge, hataloméhes és gyenge, és szimplán gonosz. Például a hadsereg vezetésének teljes egésze becsvágyó volt, és gyengék is voltak egyben. Különösen, amikor a vezérük Németországot és egész Európát súlyos pusztításba fordító parancsokat adott ki. Ők a katasztrofális következmények teljes ismeretében szó nélkül hűen végrehajtották az utasításokat. A hataloméhes és gyenge emberek főleg pártemberek voltak. A náci párt vezetősége, akik tudatosan csinálták a népbutítást, és teljes mértékig tisztában voltak vele, hogy minden szavuk hazugság, például nem létezik semmiféle árjafaj. A legőrültebbek a vezetőségből azok voltak, akik elhitték a náci propaganda hazugságait és úgy cselekedtek, például Himmler, Eichmann és Goebbels. Őket határozta meg Rowling szimplán gonosznak. Ők voltak azok, akik sem a hadseregben, sem a normál államigazgatáson belül nem tudtak önmaguk számára megfelelő hatalmat szerezni, ezért rávették Hitlert, hogy azokat a zsidókat, akiket nem fogadott be német nyomásra az USA és Dél-Amerika, őket öljék meg. Ezzel jött el Himmler és Eichmann hatalmának kiteljesedése. Utolsóként még egy jellemrajz Göring, Hitler helyettese. Göring Hitler hatalomra jutása előtt Svédországban elmegyógyintézetbe került. Orvosi kartonja szerint átáz antiszemita, durva, hisztérikus, gyenge jellemű ember, aki másokkal rossz indulatú, a családjával szemben szentimentális. Göring a 30-as évektől 1945-ig drogfüggő volt.
Környezete szerint nagyotmondásra való hajlama volt, elképzelt ellenségei voltak. Személyes megfigyelésem, hogy a hatalommániás csoportok vezetősége szinte mindig alacsony férfiakból áll, Napóleon-szindrómás, például Goebbels 165 centi volt. Egy érdekes egyezés Stalin és Hitler között. Hitler osztrák volt, mégis a legnagyobb németként ábrázolta magát. Stalin grúz volt, mégis a legnagyobb oroszként ábrázolta magát. Hitler és Stalin között milliónyi hasonlóság volt, lévén, hogy mindketten szélsőséges politikusok voltak, de van egy hasonlóság, ami végső soron mindent elárul tevékenységük színvonaláról, a dicstelen vég. Hitler birodalma még Hitler élete folyamán összeomlott Hitlerrel együtt. Hitler gyáván a szovjet hadsereg és az egész világ előtti bírósági megszégyenítése elől öngyilkosságba menekült. Stalin halála kevésbé tisztázott, de a legvalószínűbb verzió, hogy Stalin, amikor a végső heteiben már nagyon rosszul volt, Beria volt a szovjet titkosszolgálat brutális vezető, akinek szintén emberek millióinak a halála száradt a lelkén, ez a Beria talált rá a haldokló Stalinra, de nem hívott orvost. Stalin utolsó napjaiban teljesen tehetetlen lett. Látta a képébe nevetni a lehetséges utódját, aki már csak akkor hívta az orvost, amikor Stalin se beszélni, se mozogni nem tudott. Nem túl szép vég, haldoklás közben egy tömeggyilkos esetünkben Beria vidám arcát nézegetni. De ha valaki emberiség ellenes bűncselekményt követel, mindenkit megölet, akit csak tud, és hosszú élete végéig hatalmon marad, akkor már csak egy rakás, őrült gyilkost nézegethet utolsó éveiben. Stalin halála után is és Hitler halála után is gyökeresen megváltoztak a dolgok, és az emberiség szerencséjére nem olyan irányba, mint ahogy ezek az emberek elképzelték. Még egy dolgot mindkettőjükről érdemes elmondani. Egyikőjük se tudta elképzelni az emberiség jövőjét önmaga nélkül. Más szóval azért osztották olyan gyakran a halált, mint büntetést, mert ők maguk is a haláltól féltek leginkább. Ez a bölcsesség hiányára utal. Egy bölcsember elfogadja a halált az élet részeként. Ők erre nem voltak képesek. Forrás: J.K. Rowling, Harry Potter. Ha a szélsőségesek őrült gondolatait messze akarjuk űzni magunktól, ez csak a szeretet eszközével lehetséges. Most, hogy megtanítottam önöket belelátni ezeknek az őrülteknek a fejébe, úgy megtanítom önöket kimászni belőlük. Gondoljanak arra, akit vagy amit szeretnek, és mélyüljenek el a gondolatban. A diktatúrák jellemzését többek között azért írtam le, mert ha az ember tudja hova tenni ezeket a szörnyűségeket, sokkal könnyebben tud tovább lépni. Forrás: Joel Rowling, Harry Potter és a halál ereki, 392. oldaltól 395. oldalig. Nyilván sokukban felmerült már a kérdés, hogy miért jövök egy könyvvel, amiről legtöbben úgy gondolják, hogy gyermekeknek íródott. Miközben én itt egy politikai programot alapozok meg. Azt tudniuk kell, hogy amit az ember nem becsül, azt megérteni sem hajlandó. Ha az ember nem figyel oda olyan elvont dolgokra, mint gyermekmesék, szeretet, hűség, ártatlanság, addig semmit nem tud megérteni a világból. Példának okáért. Nézzék meg jól a mai amerikai kormányokat. Ők mindenféle valódi ismeret nélkül emberek ezreit öletik meg a világ túloldalán. Az Obama kormányzat közel 2000 ember gyilkolt meg drónok bevetésével. A drónok olyan, rendszerint pilóta nélküli repülőgépek, melyek hozzásegítik az USA vezetését, hogy távolról tudjon gyilkolni. De ezzel a módszerrel még arra sem adnak lehetőséget, hogy a célpont megadja magát. Nem próbálják meg lefegyverezni, ölnek. Ebből is látható, hogy ők semmilyen alapvető emberi értéket nem sajátítottak el. Az USA vezetésének van egy igazságérzete, ami mindenkinek van. Ők ezen az alapon már is minden eszközt igénybe vesznek, hogy megvalósuljon az általuk kitűzött nagy igazság. Ha valaki a saját életében nem akar szörnyű pusztítást véghez vinni, ha képes felfogni, mennyire fontos dolog megérteni a világ működését, akkor felnőttként sem feledkezhet meg a gyermekmesékről, a szeretetről, a hűségről és az ártatlanságról, melyek hozzásegítenek minket, hogy ne feketén és fehéren lássuk a világot, hanem olyan színkavalkádban, amilyenben valójában pompázik. Ismerjük meg a kert kultúráját, ételeit, filozófiáját, mindent, ami az ember lényegéhez vezet. És ne gyilkoljuk halomra annak polgárait, csak mert vannak sejtéseink, hogy ő terrorista, stb.
Forrás szintén Joel Rowling Harry Potter, itt a 7. könyv magyar fordításában az 581. oldal lapalja. Ha viszont a társadalom tenni akar a diktatúra ellen valamit, sok lehetősége van rá. Például a magyar társadalom lázadói is helyet foglaltak a rendszerváltás előtti diktatúra gépezetében. Például nagyapám dunai hajós családtagja volt, de a II. Világháború utáni diktatúra lezárta a határokat, ezzel tönkretették a generációk óta működő munkahelyét. A feleségét 1956-ban majdnem megölték a szovjet vadászrepülősök, a töltényeket csak a feje fölötti vastag lemez fogta meg. Papa egyik rokonát üldözték az 56-os dolgai miatt, és papát is behurcolta a diktatúra 56-ban az Andrássy út 60 kínzó kihallgató központjába megfélemlítési célból. Ezek után nyilvánvaló volt, hogy nem megbízható a rendszer szempontjából. De a szovjet hadsereg itt léte miatt a diktatúra nagyképű volt, és a 70-es években felvették az egyik városi tanácsba tagnak. Ez volt az igazgatás akkori legalsóbb szerve. Ilyen emberek százezrei ültek az állami hivatalokban, amikor Gorbacsov 1989-ben elkezdte kivonni a szovjet csapatokat Magyarországról. Gondolom mondanom sem kell, milyen magától értetődő volt ezek után a diktatúra azonnali összeomlása. Az 1980-as évekre annyira felpuhult a rendszer, hogy a diktatúra által elkövetett emberiség ellenes bűncselekményekről dokumentumfilmek hosszú sora készült még a rendszerváltás előtt. 1988-ban dokumentumfilmben a magyarországi gulágtábor rendszerben működött kínzókamrák verő embereit is sorra megszólaltatták. Végig súlyosan elítélően viselkedtek velük, és egyáltalán nem fogták magukat vissza a filmesek. Nem is volt rá okuk. Nem bántotta őket senki. 1988-ra a rendszer már rég széthullott. Csak a rettentően sötét ellenzéki pártoknak ez nem esett le, és leültek tárgyalni az akkor már hatalmát vesztett hivatali vezetéssel, akik annak örültek, hogy még nem állították őket az ENSZ hágai bírósága elé. Ezeknek az ellenzéki kormány kerekasztal tárgyalásoknak a súlyát körülbelül úgy érdemes elképzelni, mintha én most spontán felhívnék valakit Üzbegisztánban azzal a kérdéssel, hogy lehetek-e Magyarországon miniszterelnök, és nemmel válaszolna. Az ellenzéki pártok 1989-ben még mindig a szovjet hadsereg kivonását követelték, miközben Gorbacsov már 1987-ben bejelentette a szovjet csapatok kivonását. Ilyet senki nem tesz a hülyeség kedvéért. Akkorra már elkezdődött a Szovjetunióban a demokrácia kiépítése. Szólásszabadság, üzleti élet szabadsága, glasnost, perestroika. Utólagos segítségnyújtás az akkori ellenzékieknek. 1985-ben hullott szét a rendszer, amikor Gorbacsovot megválasztották. Aki értett a hatalomhoz, a politikához, ezt tisztán látta. Az 1987-es bejelentés és az 1989-es szovjet csapatkivonás között azért telt el 2 év, mert itt, Közép-Európában 500 000 szovjet katonát állomásoztattak. Hozzá sok ezer tonnányi hadianyagot. Ennek a kivonását hosszú idő volt előkészíteni, és csak 1991-re fejezték be. De ennek hatalmilag már rég nem volt semmi jelentősége. A rendszerváltás előtti diktatúra tudatosan rombolta a szokásokat, a hagyományokat, hogy az embereknek ne legyen fogódzójuk az életben, mert így könnyebb őket irányítani. Ennek következményeképp a társadalmunk tagjainak jelentős része a rendszerváltás után vagy az acsargással volt elfoglalva a jogsértő diktatórikus múlt miatt, vagy csak sok pénzt akart, de azonnal. Ez pedig gyorsan feledésbe merítette az emberségesség értékrendjét, a tolerancia értékrendjét, elhozta a rendszerváltás utáni sötétséget, mely újabb diktatúra felé sodorja a társadalmunkat, csak most már szovjet hadsereg és a békés ellenállás szándéka nélkül. Ezért az egyik legfőbb célom, hogy erős akaratot hozzak a reformokkal a társadalom gondolkodásába. A professzionális politikával, mely nem az érzelmek, hanem a gondolatok világa felé sodor mindenkit. Az önálló gondolkodás világa felé. Az önálló gondolkodás segítségével olyan szokásokat alakíthatunk ki, melyek a modern korban is megállják a helyüket, melyek emberségesek, melyek az intelligencián alapulnak, melyekre a társadalom képes támaszkodni. Ilyenekről a 11. főműsorban lesz szó. A bevezető műsorban már említettem, hogy az egyik célom a modern magyar társadalom létrejöttének elősegítése. Ezért néztük meg újra, hogy mi történt a rendszerváltáskor,
akkor, amikor a közösségi cselekvés helyett az egyénieskedés útjára léptek a magyarok. Óriási különbség, hogy a demokráciák jóval békésebbek a diktatúráknál, mert a demokráciában a társadalom nem tűri meg, hogy ágyútölteléknek használják a vezetői. Ennek látványos mutatója, hogy a világtörténelemben még nem történt olyan, hogy demokrácia demokráciára támadt volna. Sőt, a diktatúrák is csak ritkán támadnak demokráciákra, már csak azért is, mert egy demokráciában hiába ölöd meg a vezetőséget, annak újabb lép a helyébe. Sőt, egy demokrácia teljes legyőzéséhez a lakosság jelentős részét is elpusztíthatják, a szabadságvágy akkor is ott él az emberekben, tehát hiába minden. Ráadásul, ha egy adott területen már jól működött a rendszer, a demokráciát legyőző diktatúrának állandóan instabil helyzettel kell számolnia. Úgyhogy a diktatúrák is csak kivételesen ritka helyzetekben támadnak demokráciákra, mert a látszat ellenére a demokráciában ezerszer nagyobb erő lakozik. Első ránézésre tűnhet úgy, hogy a demokrácia gyengébb. Miért ez a látszat? Mert a demokráciák ritkán vagy egyáltalán nem mutatnak erőt. De ez nem a gyengeséget, hanem a demokráciában rejlő valódi erőt mutatja. Mivel a seregének legyőzése után nem nyer senki, rendszerint csak akkor kezd el kibontakozni az igazi ellenállás. Ráadásul, ha ez egy Gandhi-féle ellenállás, akkor semmire nem mennek a hadseregükkel, és pár éven belül indulhatnak haza. Ajánlom a Gandhi című film megtekintését Ben Kingsley főszereplésével. Zseniális film a világ egyik vagy talán a legnagyobb politikusáról. A bemutatkozó műsorban volt róla szó, hogy az válik halhatatlanná, aki az emberi értékek sokaságát képviseli. Erre jó példa Gandhi, aki eredményeinek egy részét halála után érte el. Társadalmi változások tőlünk keletre. A Szovjetunió széthullása után az orosz és az ukrán társadalmon belül is polgári átalakulás vette kezdetét, aminek szerves része a demokrácia melletti kiállás. Nemrég Ukrajnában polgári forradalom volt, 2013-14-ben, mely leváltotta az erőszakos vezetést és népképviseleti demokráciát próbált életre hívni. Ott tartottak, hogy sikerült elkergetniük az erőszakos felsővezetést, és már kiépítették az átmeneti kormányzatot. Az ukránok az oroszhoz hasonló nyelvet beszélnek, főleg ortodox vallásúak, ahogy az oroszok is, tehát hasonló kultúrkör. És fájó, de hosszú és közös történelmük van. Ráadásul jelentős számú orosz él Ukrajnában. Ezért az Ukrajnában végbemenő társadalmi változások kihatnak az orosz társadalomra is. Tehát az ukrajnai polgári változás átterjedhet Oroszországra, és ugyanezzel a hozzáállással megbuktathatják az orosz diktatúrát. Ettől retteg Putyin, ezért vonult be Ukrajnába az orosz hadsereg 2014-ben. Kezdésnek mindjárt abba a térségbe, ahol elsősorban oroszok laknak, mert ők lehetnek ennek a polgári eszmének a legjobb közvetítői az orosz társadalom irányába. Ha egy demokrácián belül a vezető réteg parancsot ad, hogy éles lőfegyverekkel lőjenek a rendőrök a tömegbe, vagy hasonló brutális dolgot tesz a kormányzat, mert kihasználja gyenge minőségű demokráciát, mint például 2013-14-ben Ukrajnában, akkor felmerül a kérdés, hogy a kormányzat demokratikus-e vagy sem. Válasz az, hogy ez nem demokratikus vagy diktatórikus, hanem szimpla, köztörvényes bűncselekmény. Ekkor a rendőrség vezetésére és egyes tagjaira hárul a felelősség, mert eljött a pillanat, amikor a parancsot kiadó politikust le kell tartóztatni. A társadalomnak ezt a letartóztatást kell elérnie. Ha a rendőrség nem akarja megtenni, akkor is. Tehát a társadalomnak, a tömegnek nem érdemes erőszakot alkalmaznia, mert azt amúgy is a rendőrökkel szemben alkalmazná. De nem a rendőrök harci szellemét kell feltüzelni, hanem öntudatra kell ébreszteni őket. Ha így történik meg a változás, az minimalizálja az erőszakot, és a később létrejövő rendszer is sokkal stabilabb lesz a problémák jogszerű rendezésétől. Diktatúrából átmenet egy minőségi demokráciába. A diktatúrában, aki nincs hatalmon, az célpont, üldözött, ezért a legtöbben félelemben élnek. A félelem sok elnyomottat erőszakossá tesz.
Például Magyarországon a rendszerváltás után az első kormány az MDF kormány idején állítólag a tüntetésekre válaszul fontolgatták vezető politikusok, hogy tömegbe kellene lövetni éles töltényekkel. Az utódaik már csak gumilövedékekkel lövettek a tömegbe, ami nem okoz halálos sérülést. Aztán, amikor belement a kormány, hogy ezzel is felhagy, akkor rendőrök bekordonozták a zavargások várható helyszíneit, és az arra vezető utakat. Ennek következtében már azelőtt elfogtak mindenkit, még mielőtt kárt okozhattak volna náluk lévő ütő- és szúrófegyverekkel. Tehát a rendőrség idővel megtanult bánni a balhés csoportokkal. Ez is mutatja, hogy egy igazán stabil demokrácia létrejöttéhez idő kell. A demokrácián belül ki kell alakulni a demokratikus kultúrának. Berögződés a rendőrök között, hogy éles töltényekkel nem lövünk tömegbe, stb. Ezért van az, hogy a demokráciát a demokratikusság skáláján gyorsan fel lehet léptetni, de egy pont után időre is szükség van, hogy igazán jól működjenek a dolgok. Például azzal, hogy megadom a rendőrségnek a függetlenséget, sok problémát megoldok. De a megoldásom sok gondot csak azután old meg, hogy a rendőrök igazán belejöttek az új munkakörükbe. Lassan kinyílnak előttük a nyomozás lehetőségei, mert a politikusok és haverjai körül nem lesz védőháló. A nyomozásaik határát nem a politikusok szabják meg, hanem a rendőrök saját ismeretei, például a pénzügyi ismereteik. Ahogy ezeket az ismereteket idővel folyamatosan bővítik, úgy jönnek az egyre nagyobb és nagyobb sikerek. Rákényszerülnek az ismereteik bővítésére, mert a teljesítményösztönző bérezés keretében csak komoly bűnözők elfogásával kaphatnak komoly összegeket. A diktatúra ezzel szemben, ha egyáltalán elér sikereket, azt főleg rövid távon tudja megtenni. Mert itt a Kivágott részek 1 című műsorban eddig felsorolt problémák mind kiütköznek a diktatúrán. És ezek a kudarcok a rendszer elsorvadásához vezetnek. Egy demokrácia sokszor rövid távon még pár diktatúránál is több gonddal küzdik, viszont ha a társadalom és az általa választott vezető rétege tartja magát a demokratikus elvekhez, akkor idővel egyre többen és többen tanulnak megélni a szabadság adta lehetőségekkel, ami az arányos közteherviselésen keresztül egyre nagyobb hasznot hoz a közösségnek. Diktatúra a társadalom szempontjából. A diktatúrában a társadalom felelőtlenné válik, mert folyton megmondják neki, hogy mit csináljon. A szabadság felelősséggel jár, ami sokszor kényelmetlennek tűnik, néha az is, de ez a helyes út. Mert a szabadság lehetőséget teremt, hogy a társadalom képes legyen a maximumot kihozni önmagából. Ha szemléltetni szeretnénk ezt a dolgot, akkor úgy lehet, hogy képzeljük el egy fiatalt, akinek a szülei mindent megmondanak, és ezzel magukhoz láncolják. Sikeres lesz ez az ember valaha? Nem. Miért nem? Mert az állandó tiltásokkal azt érik el, hogy az ember mindig a korlátaira figyel, és emiatt nem látja meg a kínálkozó lehetőségeket, vagy ha látja is, nem tud elszakadni és önállóan cselekedni. Amíg ha valaki nem tiltásokkal neveli a gyerekét, tehát nem hangzik el a nem szó, vagy csak nagyon ritkán, helyette úgy magyarázzák el a dolgokat, hogy ezt vagy azt nem így érdemes csinálni, hanem vannak ilyen-olyan-amolyan lehetőségeid, akkor felnőttként is mindig a lehetőségeit fogja keresni az életben, és a jég hátán is megél majd. Amíg a tiltásokkal nevelt ember, még egy gazdag európai környezetben is elbukik. Ez a tiltó nevelés sajnos jellemző például a magyar társadalomra is, de ha szeretnénk látni, hogy mi volt a baj a rendszerváltás időszakában a magyar társadalommal, akkor folytassuk a példát. Megint az alap, hogy van egy gyerek, akinek megmondták a szülei, hogy mikor mit kell csinálnia, és tiltások hosszú sorával nevelték. Ez jelképezi a rendszerváltás előtti diktatúrát és a magyar társadalmat. De ez a gyerek egyetemre megy, 18 éves korában, tehát egy olyan helyre, ahova már nem terjed ki a szülői kontroll, esetünkben a rendszerváltás. Mi történik az épp felnőtté váló gyerekkel? Amint megkapta a hirtelen jött szabadságot, elkezd kőkeményen inni, drogokat is szinte biztos, hogy kipróbálja, tehát egyik végletből a másikba esik. Ha a kontroll eltűnése egy szabadságban nevelkedett gyerekkel történik meg, akit nem irányítottak minden percben a szülei, ő már ivott addig, látott már drogot, más szóval addigra kialakult a mit szabad, mit nem szabad, mit nem érdemes csinálni gondolkodás. Így a szabadságban nevelkedett gyerek, vagy esetünkben társadalom, nem esik át egyik végletből a másikba, csak azért, mert épp nincs kőkemény ellenőrzés. Nem kezd el erőszakoskodni, lopni, drogozni, stb. A magyar társadalom tagjainak jelentős része átesett a ló túloldalára, mert addig tiltásokkal nevelte őket a rendszer, és amint ennek vége lett,
Azonnal feltöltődött a szervezett bűnözés, azok lőteret csináltak Budapest jó néhány utcájából, a rendszerváltáskor jelentős mennyiségű hadianyag tűnt el a hadsereg fegyverraktáraiból, amit eladtak Ázsiában, Afrikában, a privatizáció keretében szétlopták a közösség intézményrendszerét, az államot, az olajfinomítás keretében megvágták a népet 1000 milliárddal, erre az ideges társadalom egyre idiótább pártok hatalomra juttatásával reagált. Egyre erőszakosabb lett, egyre erőszakosabb csoportokat pártolt mostanáig. Ezért is lényeges, hogy a társadalom szabad legyen, hogy akár gyerekként, akár felnőttként szabadságban élje le az életét. Szabad emberként a lehetőségeire fog figyelni, ami sikeressé teszi. A siker kulcsa az önálló szabad gondolkodás, ami kizárólag a szabadságban bontakozhat ki. Amúgy ez természetesen nem csak Magyarországra igaz, hanem Közép- és Kelet-Európa összes országára, annak minden társadalmára, nagyjából mindenhol ugyanez volt, mint Magyarországon. A diktatúrában nevelkedés és a hirtelen jött szabadság miatt van az, Afrikában és Ázsiában is gyakran estek egymásnak a társadalom különböző csoportjai a gyarmatbirodalmak széthullása után, ezzel sodródtak egyik őrületből a másikba. A szabadságban nevelkedett nyugati társadalmakon belül az emberek még súlyos problémák esetén se gyilkolják egymást halomra. A II. Világháború előtti időszak nagy tanúsága volt, hogy a társadalmat szabadságban kell nevelni, mert ha egy ideig a baloldali gazdaságpolitika hasznos, akkor azt folytatják. Ha egyszer a jobboldali gazdaságpolitika hasznos, akkor azt folytatják, és a baloldali gazdaságpolitikát folytató politikusok jelentéktelenné válnak. De a változást nem kíséri erőszak, ami minden addigi kisebb-nagyobb eredményt romba döntene. A békés változásokhoz a demokrácia remek keretet ad. A társadalmon belüli szabadság nem Nyugat-Európában a legerősebb, hanem Észak-Európában. A szabadságot nem csak jogok garantálják, hanem az anyagi helyzet is. Például Dániában a világon a legkisebb a társadalmon belüli anyagi különbség. A szegénység hiánya erőszabadságot biztosít az egyénnek, és a közösségnek is, mert a gazdagok nem tudják elnyomni a szegényeket a pénzen keresztül, mivel nincsenek szegények. Északon a társadalom nagyon odafigyel egymás szabadságának biztosítására, mert tisztában vannak vele, hogyha ma az ő szabadságát tapossák el, holnap az enyémet fogják. Ez már a harmadik lépés. Először is szabadságban nevelkednek, másodszor vagyonalapú adóztatással és a fizetéseknél az arányos közteherviseléssel minimalizálják a társadalmi egyenlőtlenséget, harmadik lépésként mindenkinek a lehető legszélesebb jogkört biztosítják. Továbbá a demokrácia a szabadsággal, az emberi jogokkal, a szétválasztott hatalmi ágakkal, tehát a törvények betartásával elkerüli a nemzeti és vallási kisebbségek lázadásait is. Amíg például a kínai diktatúra recseg-ropog az állandó vallási és nemzetiségi lázadásoktól. Az arányos közterviselés hiányában ehhez még hozzájönnek az éhséglázadások is Kínában. Vallási, nemzetiségi és éhséglázadások minden évben százszámra vannak, bár igyekszik a kínai diktatúra hallgatni az ilyenekről, de nem megy neki. A kínai diktatúra széthullóban van, amíg például a svédországi demokrácia nem elnyomja, hanem támogatja a vallási és nemzetiségi kisebbségeket. Emiatt sziklaszilárd alapokon nyugszik, a szeretet alapjai, mert a kiváló demokrácia a szeretet megtestesülése. Hogy mindez így alakuljon, ez is egy folyamat kellett. Például Magyarországon a vallási és nemzetiségi kisebbségekkel is brutális volt a Rákosi diktatúra. Ennek a fejlődésnek a következő állapota, hogy a rendszer semleges a kisebbségekkel szemben, Kádár-féle diktatúra. A harmadik lépés, jogokkal és jelentéktelen összegekkel támogatja őket az állam, rendszerváltás utáni Magyarország. Negyedik lépés a jövő. Az állam elősegíti, hogy a jogaikat maximálisan tudják érvényesíteni. Részletek körülbelül a 13. főműsorunkban lesz majd erről szó. Komoly összegekkel támogatja őket az állam, és jóval nagyobb teret kapnak a mindennapi életben. Úgy szólván a többségi társadalom befogadja a vallási és nemzeti kisebbségek értékeit, főleg annak pozitív oldalát, és ezzel is több lesz, gazdagabbá válik a többségi társadalom. Egy jól működő demokrácia szabaddá teszi a társadalmat. Egymás szabadságára vigyázni azért is lényeges, mert a szabadság megnyit olyan előre nem látható új utakat, amit az elnyomás lezár. Például egy rosszul működő demokráciában jöhet valaki, aki segít a társadalomnak rendbe tenni a helyzetet, és ezzel meghozza a jólétet. De ha nem mennek jól a dolgok, és ezért a társadalom nem áll ki a demokrácia mellett, elnyomás alakul ki. Az pedig lezárja az utat a később jövő tehetségek elől.
A diktatúra erővel lép fel a problémákkal szemben, amíg egy jól működő demokrácia az intelligencia eszközét alkalmazza a problémák megoldására, ettől képes mindig megújulni. Az államtitkok korlátozásához is. Az a világpolitikai tapasztalat, hogy egy állam vezetése minél több kiváltsággal és fegyveres testőrrel veszi magát körül, tehát minél inkább elzárkózik, a hatalomra jutás után az állam annál kevésbé emberbarát, annál rosszabbul működik. Ez természetesen fordítva is igaz. Az állam vezetésének minél kevesebb kiváltsága van, jogi elzárkózás, minél kevesebben őrzik, fizikai elzárkózás, tehát minél kevésbé távolodik el a társadalomtól, az állam annál emberségesebb, annál jobban működik. Ennek az az oka, hogy az elzárkózás hiányában az állam vezetőihez olyan kisebb csoportok és intelligens egyéni vélemények is eljuthatnak, ami egy elzárkózó vezetéshez nem jut el. A társadalom oldaláról nézve pedig kifejezetten megnyugtató, hogy nem csak hatalmas érdekcsoportok és a leggazdagabb emberek véleménye számít. Azt, hogy ez Magyarországon is így legyen, szét kell választani a hatalmi ágakat, amiről az első pontban volt szó a főműsorban, és korlátozni kell az államtitkok létrehozását, a második pont. Aztán meg kell szüntetni a mentelmi jogot, kezdetnek, utána jöhet a többi intézkedés. Az elzárkózó politikusok az elzárkózással beismerik az alkalmatlanságukat. Azzal, hogy nem szívesen merészkednek ki abba a világba, melyet legalább részben nekik kellene irányítaniuk. A nyilvánosság hiánya és az elzárkózás a kormányzati gyávaság és korrupció fokmérője. Ez nem csak a kormányokra igaz. Magyarországon a gazdagok bujkálnak a társadalom többségi része elől, olyan helyekre költöznek, ahol senki nem láthatja azt a hatalmas vagyont, amit felhalmoztak. A legtöbben a szabályok kijátszásával. Alapvetően két módja van annak, hogy valaki hatalmas vagyonra tegyen szert. Vagy innovatív, és nagyon jól bánik a pénzzel, vagy kijátsza a szabályokat, akár erkölcsi, akár pénzügyi jellegű szabályokról van szó. De alapvetően aki gazdag, önző. Mert aki nem önző, nem tudna igazán meggazdagodni. És itt már tényleg csak néhány kivétel van. Például az olyan emberek, akik államoknak adnak nagy összegű kölcsönöket, amiket bár vissza kell fizetni az államnak, de kis kamatra is. Néhányan, akik szintén azért gyűjtik a pénzt, hogy utána másoknak odaadják, nem pedig azért, hogy feléjék. De ez rettentően ritka. Hazánk helyzetét tekintve és a leggazdagabbakon végignézve, a leggazdagabbak közül az ész szinte senki élőnek nem adatott meg. Úgyhogy számukra maradt a szabályok kijátszása, lehetőség az olajszőkítésre, lehetőség a korrupt privatizációra, lehetőség az alacsonyan vagy egyáltalán nem adóztatott befektetésekre, például részvények, lehetőség a dohányüzletek megkaparintására, stb. Az erkölcsi szabályok felrúgása és ezen keresztül a meggazdagodás azért okozza súlyos problémát, mert az embereknek vannak elvei, és ha ezekhez nem tartja magát, csak egy üres senki lesz. A hatalom, mint elvont fogalom, mindig létezni fog, annak sok formájával együtt. Nem érdemes rá mumusként tekinteni, de észnél kell lennie minden embernek, ha nem akar általa megnyomorodni, esetleg elpusztulni. A politika túlzott hatalmához és az elzárkózáshoz idézek Mohandas Gandhitól. A hatalom birtoklásának az a hatása, hogy az emberek süketté és vakká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog. Nyilván az első főműsorban előhozott problémák felháborítóak, de mégis nyugodtan adtam elő az egészet. Ami azért van, mert az embereknek nem gyűlöletre, hanem reményre van szükségük. A múltat csak szemléltetés céljából hoztam elő, mert nem a múltat építjük, hanem a jövőt. A múlt amúgy is főleg tanúságok levonására alkalmas. Az első főműsor két pontja a múltból levont tanúság. Ezzel alapozom meg a jövő fejlődését. Például, ha ezután valaki építeni akar valamit, senki nem fogja ellopni a pénzt. Ha mégis megteszik, nagy lesz a lebukás esélye. A kivágott részekben elérkeztünk a szétválasztott hatalmi ágakkal kapcsolatos részhez. A hatalmi ágak szétválasztásához további indokok. Első, a szabadság szerető ember bízik a közösség erejében. Ez idézet volt Bibó Istvántól. Második. Nelson Mandela. Bármit is teszünk, adjuk a hatalmat a nép kezébe. Mert ha az emberek kezében van az erő, akkor már nem számít, hogy ott vagyunk-e. Ők folytatják, amit mi elkezdtünk. Mohandas Gandhi. Nem csak tábornokok értik a stratégiát. Harmadik érv a szétválasztott hatalmi ágak mellett. Ha valaki nem akarja szétválasztani a hatalmi ágakat, ezzel csak a saját bizalmatlanságát és önbizalom hiányát igyekszik rákényszeríteni másokra. Negyedik érv a hatalmi ágak szétválasztása mellett. Ahhoz, hogy demokrácia legyen,
Nem elég bizonyos időközönként szavazni, ennél sokkal többre van szükség. Rendszeres választás van Iránban, Oroszországban, Belarusziában, és mégis egyiket se nevezzük demokráciának. Ötödik érve a hatalmi ágak szétválasztása mellett. A politikai hatalom csökkentésére további indok. A 18 és 25 év közötti korcsoport nem hajlandó elmenni szavazni, és várhatóan ez az idő múlásával alig fog változni. Ennek köszönhetően a későbbiekben a politika elsorvad, így a választásokon a részvételi arány tartósan 50% alá fog süllyedni. Ez azt fogja jelenteni, hogy a legtöbb esetben egy véleményével kisebbségben lévő csoport fogja ráerőltetni az akaratát a politizálni nem hajlandó többségre. Ezért is fontos, hogy az egyes szakmák átvegyék az irányítást önmaguk fölött, és közös szavazással döntsenek fontos dolgokról. Így nem lesz baj, mert idővel a parlament másodlagossá, a kormány sokadlagossá válik. Hatodik érve a hatalmi ágak szétválasztása mellett. Egy diktatórikus hatalomnak érdeke, hogy az emberek ne legyenek tájékozottak, tanultak, magabiztosak, egészségesek, mert akkor könnyebb őket irányítani. Egy tanult, magabiztos, egészséges társadalmat nem kell és nem is lehet irányítani. De egy rosszul működő demokráciában is igaz, hogy a hatalmon lévő politikusok nem akarják elősegíteni ilyen öntudatos társadalom kialakulását, mert félnek, hogy elveszik a hatalmuk. Egy jól működő demokráciában viszont mindent megtesznek, hogy a társadalom tájékozott, tanult, magabiztos és egészséges legyen. Ezzel pedig élhetővé váljon az ország függetlenül attól, hogy valaki hatalmon van-e vagy sem. Ahhoz, hogy minőségi demokrácia alakuljon ki, minimalizálni kell a hatalmat, ami egy kézben összpontosulhat, más szóval minimalizálni kell a politikusok hatalmát, és a társadalmat be kell vonni az állam irányításába. Egy jól működő demokráciában nem az állam akarja irányítani a társadalmat, hanem a társadalom az államot. Hetedik érv a hatalmi ágak szétválasztása mellett. Minél több ember között oszlik meg a hatalom, annál kevésbé őríti meg az embereket. Nyolcadik érv. A legfelsőbb bíró, a legfőbb ügyész, az alkotmánybíróság tagjainak és az állami számvevőszék elnökének kinevezési jogát azért is ki kell venni a parlament kezéből, mert ha a parlament cselekvésképtelen, mert nincs meg egy jelölthöz sem a szükséges kétharmados többség, akkor ezeket a szervezeteket is cselekvésképtelenné teszik. Tizedik érv a hatalmi ágak szétválasztása mellett. Természetesen a hatalmi ágak szétválasztása után is lesznek olyanok, akik például a rendőrségen belül elfogadnak kenőpénzt. A változás elsősorban nem ez lesz, hanem az, hogy hiába sikerül valakinek mondjuk 3 nyomozót lefizetnie, jön a negyedik, jön az ötödik, és mindig lesz, aki elfogja. Tehát, ha egy rendőr nem fogja el a bűnözőt, mert kenőpénzt kapott, nem baj, jön a következő rendőr. A jelenlegi helyzetben a vezetőségen keresztül az egész rendőrséget, mint szervezetet el tudják hallgattatni annak minden tagjával együtt. Természetesen az egyéni korrupció esélyét is csökkenteni kell, és lehet is eredményesen, a teljesítményösztönző rendszer bevezetésével, ami érdekeltté teszi a rendőröket a bűnözők elfogásában. Nagyon fontos, ha valaki esetleg kenőpénzt felajánl, és a rendőrség lebuktatja a korrupcióért, akkor a rendőrök a kenőpénz többszörösét kapják meg teljesítményösztönzőként. Akit lebuktatnak a rendőrök, bőségesen fizethet. A rendőrök teljesítményösztönző bérének egy részét a lakosság bizalmi szintjéhez is kötni fogjuk, hogy érdekeltek legyenek a lakossági bizalom növelésében. Öletkeltéssel lerombolható a szeretet és az emberségesség értékrendje. Ezt leglátványosabban a szélsőséges politikusok művelik. Ne hagyják, hogy megfélemlítsék önöket. A kedves politikus kollégáim közül többen megfélemlítéssel próbálkoznak majd azzal, hogy a hatalmi ágak szétválasztása káoszt eredményez és tönkre megy az ország. De a hazánk csak akkor fog normálisan működni, ha mindenki a saját munkáját végzi. A politikusok törvényt alkotnak, a rendőrök fenntartják a rendet. Ahogy a rendőrök nem főnökei a politikusoknak, úgy a politikusok sem a rendőröknek. Erről szól a hatalmi ágak szétválasztása. Ellenőrzik, szabályozzák, de nem irányítják egymást. Ha az egyik irányítja a másikat, az történik, ami ma van. A rendőrség gyenge, a politika maga a káosz, ahol gátlástalan, hatalmaskodó emberekből annyi van, hogy annak se szeri, se száma. Ez történik, ha egy kézben túl nagy hatalom összpontosul. A másik lehetőség. Azzal jönnek majd, hogy sok olyan ország van, ahol így működnek a dolgok. Valóban, nem véletlen, hogy a rendőrség a világ legtöbb országában nem hatékony.
a rendőrség önkormányzatiságával végre előkerülhetnek az önállóan gondolkodó intelligens emberek, akik a teljesítményösztönzésnek köszönhetően sikerrel viszik a bűnözők utáni hajtóvadászatot. Ezzel befejeződik az egyhelyben toporgás és a korrupció. A megfélemlítés nagymesterei előállhatnak az üldözési mániás ötleteikkel rendőrlázadásokról. De azzal, hogy a Fidesz kormány elvette a rendőrök előrehozott nyugdíját, ami gyakorlatilag az egyetlen előnye volt ennek a szakmának. Törvénnyel kimondták, hogy rendőri vallomás alapján senkit nem lehet elítélni. Ezzel törvényileg hazugnak nevezték a rendőröket. Létrehozták a TEK nevű csoportot, ami a komolyabb bűnözők elfogásának babérjait learatja a rendőrök helyett, ezzel mintegy semmibe véve a munkájukat. A rendőröknek nincs sztrájkjoga, a szakmai teljesítményüket semmibe veszik, a fizetésük alacsony, parancsra egy helyben kell áldogálniuk, vagy egyéb értelmetlen feladatokat teljesíteniük, miközben nő a bűncselekmények száma. Ráadásul mindezért a társadalom őket teszi felelőssé, őket közösíti ki. Például 2011 és 12 között, ha jól tudom, 20 000-rel nőtt a bűncselekmények száma. A rendszerváltás óta jelenleg a legnagyobb az esélye arra, hogy a rendőrség szervezeti szinten megtagadja a kormányzat sokszor jogsértő utasításait és eltávolítja jogokat sárba tipró egyeduralomra törő kormányzatot. Az önkormányzatiság és a teljesítményösztönző rendszer pont hogy lenyugtatja a kedélyeket. A hatalmi ágak szétválasztása és ezzel egy működőképes demokrácia megteremtése meghozza azt a stabilitást, amit a basáskodó kollégáim a rendszerváltás óta minden hatalmukat latba vetve se tudtak elérni. Ha a megfélemlítés és a demoralizálás nem hat önökre, mert önök fejben tudják hova tenni a dolgokat és ragaszkodnak az emberségesség értékrendjéhez, akkor megnyílik az út önök előtt, hogy megvalósítsák álmaikat, hogy kiszolgálják önmaguk és közösségük igényeit. 12. érv. A hatalmi ágak szétválasztása mellett. A rendszerváltás utáni társadalom várt a magyar államra, hogy mikor jön, segítsen már, és amikor nem jött az állam, a társadalom csalódott lett, hogy az állam cserben hagyta. A társadalom hibázott, mert észre kellett volna venni, hogy az állam a közösség intézményrendszere, amit a társadalom irányít. Hatalmi szempontból azt is mondhatjuk, hogy a társadalom maga az állam. Ha a társadalom nem vonja irányítása alá az államot, akkor azt kockáztatja, hogy törvényszerűen mindig jönnek majd olyan emberek, akik visszaélnek a hatalmukkal. Mert ha egy ember vagy egy szűk csoport kezében összpontosul a hatalom, akkor az bárkit korruptá tesz. Minél több ember irányítja az állam annál jobban igazodik a társadalomhoz, és annál kevesebb az esély arra, hogy bárki is visszaélhet a hatalmával. Fontos, hogy a társadalom rájöjjön, tulajdonképpen mindenkinek ugyanakkor a hatalma van, csak meg kell tanulnia érvényesíteni azt, élni vele. 13. érv a hatalmi ágak szétválasztása mellett. A rendőrség és a vám és pénzügyőrség esetében nem csak a bűnözők okoztak problémát, hanem ennél egy jóval nagyobb kockázati tényező is van, a politika. Ennek a két rendvédelmi csoportnak a legtöbb veszteséget közel sem az egyszerű bűnözők okozták, hanem a politikusok, akik kényszernyugdíjazásokkal, lemondásra és kilépésre kényszerítésekkel több száz főt tüntettek el ezekből a szervezetekből, ráadásul rendszerint a legtehetségesebbeket. Amíg az egyszerű, köztörvényes bűnözők és rendőrök közötti tűzpárbajról alig lehet hallani, több jelentős ügynél is látszott, hogy amint egy főnyomozó komolyabb eredményeket ért el az ügyben, elvették tőle az ügyet. Ha a végrehajtás ezen két szervét, a vám és pénzügyőrséget és a rendőrséget nem a politikusok irányítják, és teljesítményösztönző rendszerek miatt a rendőrök, pénzügyőrök motiváltan és önállóan nyomozhatnak, akkor ez a kockázati tényező eltűnik. Tehát ezek után egyetlen politikus sem tudja őket megakasztani. Erről szól a szétválasztott hatalmi ágak gondolata. A gyakorlatban láthattuk a privatizációnál, ugye legalább 48 ezer milliárd forint tűnt el, hogy olyan, mintha nem is léteztek volna ezek a szervek. A politikus kollégáim ennyire el tudták őket hallgattatni a vezetőik kinevezésén és a kirúgásokon keresztül. Az APEC-on és az állami számvevőszéken belül még rosszabb a helyzet, mert ott nincs semmilyen külső kockázat. Nem szoktak rájuk lőni vagy hasonló. Ezekben a szervezetekben kizárólag a politikus kollégáim okoztak veszteséget eddig. Ráadásképp mindezek tetejében a politikus kollégáimnak még van képük a rendőrökkel őriztetni magukat. Utolsó érv a hatalmi ágak szétválasztása mellett, a 14.
ki lehet alkalmas politikus egy olyan rendszeren belül, ahol a hatalmi ágak szét vannak választva, és úgy általában ki alkalmas hatalomra kerülni. Joel Rowling. Azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Én nem vágyok a hatalomra, ezért tudom meglépni azokat a szükséges hatalomcsökkentő lépéseket, amire a politikus kollégáim világszerte nem tudják rávenni önmagukat. Ezzel vége a hatalmi ágak szétválasztása melletti érvelésnek. Állami szervek költségvetésének reformja. Erre azért van szükség, hogy a pénzen keresztül a törvényhozás, és ezen keresztül a politika ne szólhasson bele demokráciánk alapvető intézményeinek működésébe. Ezért minden állami szervnek a pénzügyminisztérium egységesen utalja ki a pénzt, tehát annak felhasználásáról az adott szervezet dönt cserébe, teljes és nyilvános elszámolással tartozik. Rendőrség. Csak a rendőrség vezetőjének beleegyezésével lehet plusz 1%-nál kevesebb pénzt adni a rendőrségnek. A vám és pénzügyőrségnél is így kell működni a rendszernek. A bírói szervezet esetében 11 kisorsolt bíró szavaz, ha a bírói szervezetnek az előző évihez képest plusz 1%-nál kevesebbet akar adni a törvényhozás. Ha mégis csökkentés szükséges, csak egy csoport 50% plusz 1 szavazatával lehet jóvá hagyatni, mínusz 3%-ig e fölött kétharmados szavazat többség szükséges. Nincs tartózkodás, nincs távolmaradási indok a szavazás időpontjában. Az ügyészség esetében 11 kisorsolt ügyész szavaz a bíróságoknál említett módon, ahogy az állami számvevőszék, a közmédia és az APEC esetében is 11 kisorsolt ott dolgozó munkatárs, az Alkotmánybíróságnak és az ORTT-nek pedig minden tagja szavaz. Rendőrséghez. Végső soron mégiscsak a rendőrség hajtatja végre az állampolgárokkal az igazgatás és a politika döntéseit, ezért a rendőrség a végrehajtás lényege. Ha ez hatalmilag elszakad a politikától, az igazgatás a politikusok munkaszervezete lesz, aminek eredetileg is lennie kellene. Ráadásul az igazgatást olyan mértékig modernizálom, hogy a ma ismert igazgatás teljesen eltűnik. Erről a második főműsorban lesz szó. Az eredményesség növelése érdekében a rendőrőrsökön meg kell szüntetni a hierarchiát. Így nem fognak a rendőrök esetenként olyan cselekvésképtelennek bizonyulni. Szabadon vadászhatnak a bűnelkövetőkre. Teljesítmény alapú fizetést kapnak. A teljesítmény alapú fizetés eredményesebb munkára fogja őket ösztönözni, de természetesen, ha kell, a központból más feladatot is kiszabhatnak, például lakossági bejelentés esetén életbe lép a hierarchia. De a bejelentések nagy részére már a polgárőrség fog kimenni, rendszerint azokhoz a kisügyekhez, amikhez nem kell nyomozati jog vagy lőfegyver, mert ez a kettő nem lesz a polgárőrségnek a rendőrséghez viszonyítva. A polgárőrség képzése az új feladataihoz fog igazodni. A teljesítményösztönző rendszer lényege, hogy beárazzuk a bűncselekményeket. Minél pitibb, annál kevesebbet ér, minél nagystílűbb, annál többet ér. Rendőrök közül, aki nem részesült nyomozói képzésben, őket tovább képezzük. A rendőrautók egy részét átadjuk a polgárőrségnek, ezeket az autókat is bekamerázzuk. A polgárőrség képzését az új feladataikhoz fogjuk igazítani. Egy ügyön alapvetően csak 2-3-an dolgozhatnak, csak indokolt esetben többen, hogy néhány ember kiváló teljesítménye miatt ne kapjon mindenki magasabb fizetést. Körzetek megszűnnek, ezért minimális információ közlésnek működnie kell. Ezt a központba kell megtenni, és ott tudomásul veszik, kivéve egy esetben, ha már van nyomozás az ügyben, de be is vehetik a rendőrt a nyomozásba, ha a nyomozás érdeke ezt kívánja. A teljesítményösztönző rendszer lényege, hogy beárazzuk a bűncselekményeket. Minél pitibb, annál kevesebbet ér, minél nagystílűbb, annál többet ér. A polgárőr és közlekedési rendőrautókat is bekamerázzuk. A lehető leggyorsabban megtérülő befektetés a bekamerázás, és utána csak a hasznot hozza. Ezután az amúgy szívesen vitatkozó autósokat pillanatok alatt meg lehet győzni a rendőrök polgárőrök igazáról és vice versa. A polgárőrök kezelik majd a szállítható trafipaxokat, és ők végzik majd a szondáztatást, papírok ellenőrzését, tehát a bürokratikus munka hozzájuk kerül. A rendőrök közül, aki nem részesült nyomozói képzésben, őket tovább képezzük. A rendőrautók egy részét átadjuk a polgárőrségnek. Ezeket az autókat is bekamerázzuk. A megmaradt rendőrautókról eltüntetjük a hatósági jelzéseket, mert ezek után az átképzett rendőrök civil ruhában fognak nyomozni. A rendőrségen, vám is pénzügyőrségen és az egész államon belül a kirúgások folyamata leegyszerűsödik. Ugyanolyan normál folyamat lesz, mint egy magáncégnél. A rendőrség vezetője dönthet a rendőrség szervezetén belüli további átalakításokról, rövidtávú célok, demilitarizálás, teljesítményösztönzés, hierarchia megszüntetése. A klasszikus főnök beosztotti rendszer megszűnik. A rendőrök által megválasztott vezetőnek elsődleges feladata lesz,
hogy beosztottjaival közösen kidolgozza a teljesítményösztönző rendszert és nyomon kövesse a nagy horderejű ügyeknél az előre haladást. Ha nem lát haladást, akkor engedélyezheti más csoportoknak a nyomozást, vagy szabad vadászatot hirdethet, más szóval, aki nyomozati engedélyt kér a központból, nem tagadhatják meg a nyomozati engedélyt arra hivatkozva, hogy már folyik nyomozás az ügyben. Nyilvánvalóan ez óriási felelősséggel jár, ráadásul 24 órás megfigyelés védelem alatt áll majd a rendőrség vezetője, amit a vám és pénzügyőrség lát el, véletlenszerű sorsolásos rendszer keretében döntik el, hogy a vám és pénzügyőrségből ki védi, ellenőrzi épp a rendőrség vezetőjét. Úgyhogy a rendőrség vezetőjét másfél évente választják meg, és senkit nem lehet egynél többször újra választani. A vám és pénzügyőrség vezetőjével kapcsolatban ugyanez lesz a szabályozás. Akik védelmi megfigyelési feladatot kapnak, emelt fizetés jár majd nekik, hogy ne hiányozzon a teljesítményösztönző bér. A rendőrség és vám és pénzügyőrség vezetőjének a fizetése esetében két dologból áll majd a teljesítményösztönzés. A jogvédő csoportok és a kollégák elégedettségéből. Nyilván a jogvédő csoportok azért lényegesek, mert ezek után a rendőrök kezében lesz a bűnüldözés, nem a politikusok kezében. Úgyhogy nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi jog érvényesülésére, mert ha durván bánnak a gyanúsítottakkal, akkor a bűnüldöző szervek tagjai is bűnözővé válnak. Nyilván ennek a megakadályozásának a teljesítményösztönző rendszeren kívül másik módja, hogy precíz, pszichés felkészítést kell kapni a rendőröknek, hogy erőszak nélkül is megtudják, amit akarnak. Az erőszak nélküliség elegáns megoldást szül. Vám és pénzügyőrség. Befejezzük a katonásdit. A vám és pénzügyőrség demilitarizálódik. A rangok eltűnnek. Ha nincsenek terepen, fegyver nem lehet náluk. Fizetésük ugyanúgy fog felépülni, mint a rendőröki a jövőben. Minimális alapbér plusz teljesítményösztönzés. A teljesítményösztönzés több oldalú lesz. Ilyen lehet elfogások száma, elfogások nagysága, társadalom szabálykövetésének elősegítése, ügyfelek elégedettsége. Gyakorlatilag az egész fizetésük ilyeneken múlik majd. Az egyes bűncselekmények beárazását a rendőrség és a vám és pénzügyőrség már független vezetése és a pénzügyminiszter közösen fogják kidolgozni, hogy ne legyenek nagy eltérések a két szervezet között, és mindez a költségvetés számára is tartható kiadás legyen. Ez az együttműködés, ahogy ezek után szinte minden államon belüli együttműködés nem lesz kötelező. Tehát elméletileg megtehetnék, hogy kizárják a pénzügyminisztert, csak akkor bizonytalan lenne a kifizetés, ami viszont se a vám és pénzügyőrségnek, se a rendőrségnek nem érdeke. Ezeket az együttműködéseket a valóság szüli, nem a jogszabályok. Ez így ideális. Ha valaki a vám és pénzügyőrségben, a rendőrségben vagy az APEC-ban dolgozik és úgy látja, hogy nem ért valamilyen területhez, kérhet továbbképzést. A továbbképzések rendszere önkéntes alapon fog működni. Az első bírósági ítéletek megszületéséig normál fizetést kapnak, utána fokozatosan átállnak kb. 90 ezer forintos alapilletményre plusz a teljesítményösztönzés. A teljesítményösztönzés várhatóan úgy fog kinézni, hogy egy átlag 130 ezer forintos fizetéshez minden hónapban elég lesz pár PTN-er senkit elfogni, de a milliós, 10 milliós teljesítményösztönzéshez már szervezetet vagy egyéni nagy halat kell lebuktatni. Minden szabálysértés és bűncselekménytípus előre be lesz szárazva. A két erőszakszervezet tagjai dönthetnek úgy is, hogy az első bírósági ítélet után kérik a teljesítményösztönző bért, és dönthetnek úgy is, hogy megvárják a második szintet. A harmadik szint nagyon ritka lesz, de ahol lesz, ott azt is megvárhatják. Se a vám és pénzügyőrség, se a rendőrség munkája nem áll meg a határon. Átléphetik a határt, és ott is elfoghatják a bűnözőket, akár az ottani hatóságok segítségét is kérhetik a magyar állam nevében. A lényeg mindegy, hogy sikerül-e hazahozniuk a bűnözőt vagy sem, de ha az ottani hatóságok kezére juttatják elegendő bizonyítékkal és ott elítélik, akkor is megkapják a teljesítményösztönző bérezés keretében járó pénzt itthon. A nemzetközi jogi szempontból a lényeg, hogy amint átlépték a határt, értesítik az adott ország hatóságát, hogy nyomoznak. Ha az ottani hatóságok kérik, a magyar hatósági személy ismerteti az ügy tárgyát, az üldözőbe vett személy személyazonosságát, és természetesen önmagát is igazolni köteles. Szomszédos államokkal és idővel Európa minden államával aláírtunk egy szerződést, aminek a keretében a magyar bűnüldöző szervek nyomozásokat és elfogásokat csinálhatnak az adott ország területén. Magyarországon elkövetett bűncselekményekből kifolyólag cserébe, ha az adott ország gondolja, ad egy ottani kollégát a magyar mellé, aki felügyeli a törvényesség betartását, részt vesz a nyomozásban, az elfogásban és vice versa.
Tehát a szerződés két oldalú, a másik fél is ugyanezt megteheti Magyarországon. Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet, tehát háború, erőszakos hatalomátvételi kísérlet vagy katasztrófa idejére sem veheti át a törvényhozás, se senki más az önkormányzatiságot kapott szervek irányítását. Bírósági reformhoz. A bírósággal az a gond, hogy túl sok idő, amíg jogerős ítélet születhet, ez polgári peres ügyekben kirívóan hosszú idő is lehet, mert ez nem évül el. A 3 plusz 1 szintű bírósági rendszert 2 plusz 1 szintűvé kell tenni. A lerövidítés egyszerű. El kell törölni az ítélőtáblákat, tehát a harmadik szintet. Ezzel nem csak idő, de sok pénz is megtakarítható, és nagyon sok bíró is felszabadul. A munkaerő felszabadulása viszont nem létszámleépítést jelent, inkább azt, hogy több bíró jut az első és másodfokú bíróságokba, ami még tovább gyorsítja a bíráskodás menetét. A legfelsőbb bíróság akkor ítélkezhet, amikor akar, de csak egy tagja lesz. Így valószínűleg akkor fog ítélkezni, ha egyedi, az ítélkezési gyakorlatban újdonság az ügy, vagy az addigi kollégái nagyon súlyos hibákat követtek el a bíráskodás folyamán. A bíróságokat specializálni kell, mert nagy probléma, hogy egy bíróhoz mindenféle ügy eljut, de nem tudnak mindennek a szakértője lenni. Így viszont sok ügyben csak találomra a vonatkozó joganyag teljes ismerete nélkül döntenek. A specializálódásról már a bírói szervezetnek az általuk kinevezett legfelsőbb bíróval közösen kell kitalálnia, hogy ki milyen típusú ügyre specializálódik. Például visszaáll-e a fiatalkorúak bírósága, amit a mostani kormány eltörölt? A lényeg, hogy nem lesz általános bíró. Értelemszerűen a legtöbb bíró egy-két területre fog szakosodni. A bírói rendszer nagy része úgy alakul át, hogy elsődlegesen választott bíróságok fognak ítélkezni, ami azért lényeges könnyítés a bírósági rendszernek, mert a választott bíróságok bírája lehet majd az is, akinek csak egyszerű jogi végzettsége van, tehát nem kell hivatásos bírákat lefoglalni a perrel. Ha a felek megegyeznek három ilyen emberben, akkor ez a három ember ítélkezik. Nyilván ezt elsősorban az üzleti élet és a lakosság peres ügyeiben fogjuk érvényesíteni. Természetesen büntető perekben nem. Választott bíróságoknál bármelyik fél dönthet úgy, hogy az ügy vége után 8 napon belül fellebbezést nyújt be a rendes bírósághoz. Ha igen, ott már csak egy szint lesz. Ezzel veszem le az ügyek súlyának terhét a választott bíróságok rendszeréről, ami ezek után a bírósági rendszer egyik kulcsa lesz. Bírói szakvizsga helyzetgyakorlatokat csináltatunk a vizsgázókkal. Aki az emberi jókat sem tudja a helyzetgyakorlat képzeletbeli tárgyalótermében érvényesíteni, az nem megy át és soha nem lehet bíró. Akinek ez sikerül, tovább lép a saját jogágaihoz. Ott csak az dől el, hogy a vizsga alkalmával megfelelte az adott jogi szakák követelményeinek. Ha igen, az adott szakákban ítélkezhet. Ezt a vizsgát 3 évente meg kell ismételni. Ezek nehezebb követelmények, mint a mostaniak. A bíróságok ítélkezhetnek majd az alkotmány alapján is. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, más szóval OIT. A bírósági rendszer létfontosságú eleme volt, amíg a mostani kormány el nem vette a jogkörét. Az elvett jogkörét visszakapja. Az OIT-tal a második probléma, hogy a tagjainak közel felét a politika választja meg, a különböző minisztériumokon keresztül. Ez a beleszólási lehetőség is megszűnik a politika számára. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjait kizárólag a bírók választják majd meg a jövőben. Ezek után az OIT ülései nyilvánosak. A bíróság védelméről. A bíróság a legkiszolgáltatottabb hatalmi ág, mert ha valaki rendőre támad, a rendőr meg tudja magát védeni gásprével, gumibottal, lőfegyverrel. A törvényhozás politikusai kevesen vannak, nekünk tudunk testőröket biztosítani, bár nem akarunk. Az alkotmánybíróság tagjait nem szokta támadás érni, nem foglalkoznak bűnügyekkel, kevesen is vannak. De a bíróságok bírái sokan vannak, és nincs fegyverük, ezért aki bírót fenyeget meg, 1 év kötelező közmunkát kap. Aki bíróra támad, amíg a megtámadott bírói minőségében van, vagy bírói minőségében hozott döntése az ok, 3 év kötelező közmunkát kap. Ha valaki bűnszervezet tagja, és megfenyeget, vagy megtámad bírót, tényleges életfogytiglani szabadságvesztést kap. Szervezetbűnözésben résztvevő esetén büntetéssel kapcsolatban nincs mérlegelési, tehát enyhítési lehetőség. Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához részletszabály. Az országgyűlés által megválasztott köztársasági elnök nem jelölhet ki a jövőben alkotmánybírói posztra senkit. Terrorelhárítási központ, TEK. A TEK azonnali hatállyal feloszlik, jogutódja nem lesz. Megszüntetésével kb. 13 milliárd forintot spórolunk meg évente. A TEK a miniszterelnöki testőrség egyik része volt, utódja
nem lesz. Nemzetbiztonsági szolgálatok, tehát titkos szolgálatok. Nemzetbiztonsági szakszolgálat. Kisegítő feladatokat lát el, megszűnik. Megszűnésével kb. 15 milliárd forintot spórolunk évente. Információs hivatal. A 2010-ben megválasztott kormány hozta létre, nem volt rá semmi szükség, megszűnik. Megszűnésével kb. 10 milliárd forintot spórolunk évente. Nemzeti Védelmi Szolgálat. Ez egy szerv, ami a korrupció ellen próbál fellépni, de a korrupció ellen nem lehet hivatal létrehozásával fellépni, mert a korrupció, ha van, mindenki benne van. Két módja van a korrupció féken tartásának. Nyilvánosság és teljesítményösztönző rendszerek kiépítése. Ezért ez a hivatal megszűnik. Megszűnésével 3,5 milliárdos spórolunk évente. Alkotmányvédelmi Hivatal. Az egyetlen jelentős hivatal a titkos szolgálatok között. Feladatai. Kémelhárítás. A magyar államnak alig lesz pár államtitka, azok se jelentősek. A szolgálati titkok nem lesznek lényegesek, és nyilvánosság miatt értelme sem lesz kémkedni, ezért ez a feladat fölösleges. Puccskísérleteket próbál megelőzni. Erre ott a rendőrség, annak minden tagjának lesz nyomozati joga. Terrorcselekményeket hárít el. Erre ott a honvédség titkos szolgálata és a rendőrség. Tudományos, technikai és pénzügyi biztonságot védi, ami egy vicc. Ennek a feladatnak semmi értelme. Jogellenes fegyverkereskedelem és drogkereskedelem ellen lép fel. A fegyver a katonaság titkos szolgálatának lesz a dolga, a droga rendőrségi és a vámis pénzgyőrségi. Kormányzati épületeket biztosít. Erre ott lesz a köztársasági őrezred, már arra a pár fontosabb épületre, amit meghagyok. Ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. Állami vezetőként, ha testőr kell, felveszek. A tanúvédelmi program a rendőrség kizárólagos feladata lesz. Vízumkérelmeket vizsgál. Ezt a bevándorlási hivatal fogja. A nyomozás előtti nyomozást folytathat állam elleni bűncselekmény, emberiség elleni bűncselekmény működési területén, a külföldre szökés, zendülés, harckészültség veszélyeztetésénél. Egyik része a katonai titkosszolgálatokhoz, egy másik része a rendőrségé lesz. Terrorcselekményeket derít fel. A hadsereg titkosszolgálata és a rendőrség fogja. Információkat szerez nemzeti, etnikai, vallási csoportok elleni erőszakról. A rendőrség megfelelő erre a munkára, mivel ez mind bűncselekmény. Ha nincs elég rendőr, bővíthetjük a rendőrség létszámát, de külön hivatal ilyenre nem lesz. Információt szerez államtitoksértésről. Mi már nem gyártunk államtitkokat. Ami lesz, annak az őrzésére nem kell külön szervezet. Információt szerez közveszély okozásáról, rendőrség fog, vagy vámis pénzőrség, vagy a polgárőrség, vagy az ügyészség, vagy a lakosság. Nemzetközi jogi kötelezettség megsértéséről is információt szerez. Erről típustól függően a hadsereg, rendőrség, ügyészség fog információt szerez légijármű hatalomba kerítésével kapcsolatban, rendőrség fog, vámis pénzőrség, honvédség titkosszolgálata. Információt szerez közösség elleni izgatásról, rendőrség fog. Rémhír terjesztésről információt szerez, ez egy vicc. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és a legális forgalmának ellenőrzésében. Ezt a vámis pénzügyőrség, rendőrség, katasztrófa védelem és a honvédség fogja ellenőrizni. Közreműködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és illegális forgalmának ellenőrzésében. Ezt majd a honvédség, a rendőrség és a vámis pénzügyőrség fogja. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó iparbiztonsági ellenőrzéseket, ezt majd a Honvédség és az OMMF fogja, tehát az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség. Tehát ez a titkos szolgálat is megszűnik. Megszűnésével kb. 7 milliárd forintot spórolunk meg évente. Összesen eddig évente 50 milliárd forint spórolást jelentenek az eddig felsorolt tételek. A nemzetbiztonsági szolgálatokkal, tehát a titkos szolgálatokkal két probléma van. Az első, a törvényhozás irányítja, ahogy a rendőrséget is, a kormányon keresztül. Második, a titkos szolgálatok tömegével gyártják az államtitkokat. De a demokráciának nincs szüksége titkos szolgálatokra, ezért a polgári titkos szolgálatok átadják feladataikat a rendőrségnek, és ezzel megszűnnek. A katonai titkos szolgálatok beolvadnak a magyar honvédségbe. A titkos szolgálatok azért veszélyesek a demokráciára, mert futószalagon gyártják az államtitkokat. De egy állam minél kevesebb titkot őriz, annál átláthatóbb a működése, annál kisebb a korrupció, és annál demokratikusabb. A titkos szolgálatokról az az igazság, hogy a politikusok eredetileg is
arra hozták létre, hogy a saját hatalommal való visszaéléseiket csöndben el tudják intézni, és utána beállították mindenféle védelmi szervnek. Sosem volt védelmi szerv. A titkosszolgálat politikai szerv. Ezért olvasztom be a katonai titkosszolgálatot a hadseregbe, hogy ne legyen belőle szervezet, csak egy-egy katona, akit civilben kiküldünk, hogy térképezze fel a terepet mondjuk egy katonai beavatkozáshoz. Így nem alakul ki szervezeti szintű visszaélés, nem lesz saját bürokráciája és annak nem lesznek saját hatalmi érdekei. Például minden kellemetlen ügy eltitkolása. A rendőrség is hasonló lesz. Lesznek egyéni vagy csoportos külföldi akciók, de nem csinálunk külön szervezetet, mert megjelennek a szervezet saját érdekei. Elkezd önállóan akciózni és részben irányíthatatlanná válik, lásd KGB, CIA. Média. Digitális átállással négy közszolgálati csatornát tudnak fogni, ami jelenleg sokkal hatékonyabb kormányzati agymosást tesz lehetővé. De a közszolgálati csatornák külföldi szakmai átfésülése és önkormányzatisága után ez remek lehetősége lesz a szólás és sajtószabadság megerősítésére. De egy probléma még mindig lesz, hogy kevés a magántulajdonú hírcsatorna, konkrétan egyedül az Euronews. Ehhez hozzájön a két szórakoztató csatorna, az RTL és a TV2, de még ezzel együtt is többségben vannak az állami csatornák, M1, M2, Duna TV, Duna World. Úgyhogy a magántulajdonú csatornákat valószínűleg újabbakkal fogjuk bővíteni. Mivel a magyarországi tulajdonú csatornák képtelenek elfogulatlanul viselkedni, ezért itt csak külföldi tulajdonú csatornák jöhetnek szóba, ha más nem magyarul feliratozzuk a BBC és a CNN műsorát. A függetlenítendő szervezetekben nem lesz hatalma a miniszterelnöknek, minisztereknek, államtitkároknak, szakállamtitkároknak, kabinetfőnököknek, politikai tanácsadóknak, miniszteri biztosoknak, kormánybiztosoknak. A legfelsőbb bíróság, legfőbb ügyészség, a rendőrség, stb. Írhasson kérelmet a parlamentnek törvény és rendelet módosítási vagy megsemmisítési javaslat ügyében. Erre azért van szükség, mert lehet, hogy bizonyos törvények átmennek az Alkotmánybíróság rostáján, de a szakmai szempontból teljesíthetetlenek és akadályozzák a munkát, nincs aki szóljon. Ezt a kérelmet a parlament azonnal bírálja el. Ezek a szervek többször is benyújthatnak kérelmet ugyanabban az ügyben. A parlament dönt, hogy vizsgálat alatt érvényben marad-e, vagy addig is felfüggesztik a jogszabályt. A hatalmi ágak között nem szűnik meg a kommunikáció. Csak az eddigi parancsolgatás helyett egyeztetés lesz, hogy a megfelelő jogszabályok álljanak rendelkezésre, hogy elérje az állam a célját, amiért létezik. A bűncselekmények hatalmas többségét nem lehet rendvédelmi úton megszüntetni. Ahhoz a munkanélküliségnek kell csökkennie, tehát a bűncselekmények számának zuhanásához az állam más részeinek jobban kell teljesítenie. A rendőrség csak tüzet old. Csak a szegénység és a társadalmon belüli elnyomás következtében kialakuló helyzetet próbálja eltüntetni. Nem ez az a szerv, ami mély változásokat tud elérni. Az állam intézményei mindig csoportosan fognak dolgozni. A hivatalok együtt néznek át problémákat, de a professzionális állami működés részleteiről körülbelül egy olyan 8 főműsor múlva lesz szó. Vezetőjelöltek kampánya. Minden önkormányzatiságot kapott szervezetben a kampány mindenkinek a saját költségéből lesz finanszírozva. Ez a saját szakmájának intézményein belül maximum egy-egy A4-es plakát kihelyezését jelenti, és egy honlapot, amit a választásra készít a jelölt. Az adott szakma hivatalos honlapján, közleményében vagy egyéb nyomtatásban megjelent hivatalos termékeként vagy annak mellékletében tájékoztatni kell a posztért indulókról és a kampány honlapjuk címéről. A felsoroltakon kívül egyéb pénzes kampány tilos. Az interneten állami honlapokon fogjuk közvetíteni az egyes szakmák választási műsorait, melyek utólag is megtekinthetők lesznek. Mivel egy ilyen választásos önkormányzati rendszerbe is bele kell jönni az állami alkalmazottaknak, ezért évente lesznek választások, ott első körben egy évre választanak vezetőt, aztán 2 évre, aztán 3 évre, és végül 4 évre, és utána már így marad a rendszer. Itt a tanulság a rendszerváltás Magyarországa, ahol megválasztották az MDF kormányt, de ők már lényegében az első évben megbuktak, utána 3 évig egy bukott kormány próbálta irányítani az országot. A privatizációnál már beszéltünk róla, hogy milyen kirobbanó sikerrel dolgoztak például a korrupció ellen. Tehát a társadalom rosszul választott, de a probléma az volt, hogy elsőre sok volt a 4 éves ciklus. Az első főműsorban felsorolt változások után a törvényhozás elsősorban nem demokráciánk csonkítására, hanem a törvényalkotásra fog koncentrálni, ami szakmai javulást okozhat. A hatalom fejben kezdődik és ott is ér véget, ezért igyekszek a lehető legtöbb tudásomat megosztani önökkel. Megtanulnak államot építeni, mert ez csak közösen lehet. Alkotmányos változások. Idézet jön Václav Haveltől.
Nem hibáztathatjuk az előző vezetőket mindenért, nem csak azért nem, mert nem lenne igaz, hanem azért sem, mert így kitérhetünk a felelősség elől. Amivel mindannyiunknak szembe kell néznünk, nevezetesen azzal a kötelességgel, hogy függetlenül, szabadon, észszerűen és gyorsan kell cselekednünk. Ne áltassuk magunkat, a világ legjobb kormánya, a világ legjobb parlamentje és a világ legjobb elnöke sem képes túl sokat elérni önmagában. Hiba lenne azt hinni, hogy csak ők képesek megoldani a gondjainkat. A szabadság és a demokrácia magában foglalja a részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét. Václav Havel, csehszlovák rendszerváltó politikus. A politikának azon vágy kifejezésének kell lennie, hogy hozzá akarunk járulni a közösség boldogulásához. Szintén Václav Haveltől egy idézet, most pedig Boris Jelcin, orosz rendszerváltó politikustól. A szabadság, ha van, nem tűnik fel. Ha nincs, csak fuldoklunk. A rendszerváltás nagy hibája volt a naivitás, az a gondolat, hogy a politikusok nem élnek vissza a hatalmukkal. A legfelsőbb bíró kinevezése, legfőbb ügyész kinevezése, rendőrség vezetőjének kinevezése, vám és pénzgyőrség vezetőjének kinevezése. Óriási hiba volt a titkosszolgálatok megtartása. Az államtitkok helyzetét csak 7 évvel a rendszerváltás után rendezték, akkor már egy olyan politikai közegben, ami megtanult mesterien visszaélni a hatalmával. Amikor már a rendszerváltás elvei a távolba tűntek, amikor a privatizáció és az olajszőkítés keretében vastagon meglopták az országot, amikor a hazai bűnözés épp fénykorát élte. 1848-49-hez, 1918-hoz, 1944-48-hoz, 56-hoz és 89-hez már méltatlan korszakot éltünk. Akkor a demokratizálás rég megakadt. A rendszerváltás előtti diktatúra emberei ültek a hatalom székeiben, akkoriban Horn kormány néven. Nem véletlen, hogy az államtitkok helyzetének 1997-es rendezése egyáltalán nem oldott meg semmilyen problémát, viszont a továbbiakban újabb és újabb visszaélésekre adott lehetőséget. Most 2014-et írunk. Az államtitkok helyzete azóta is változatlan. Jól mutatja a demokráciánk fejletlenségét, hogy a rendszerváltás korát írt alkotmány egyetlen emberhez, erről vitatkoznak, lehet, hogy kettő emberhez fűződik. Ennyi ember írta azt a dokumentumot, ami a rendszerváltás utáni Magyarország jogrendszerét és állami működését alapvetően meghatározta. Sólyom László volt a zseni. Aki annyira nem bízott a demokratikus működésben, más szóval a saját munkájában, hogy miután ezzel a munkával végzett, beült az Alkotmánybíróság elnöki posztjába, és onnan irányította a demokratikusan megválasztott parlamenti képviselők munkáját. Erről majd későbbiekben lesz szó, hogy mennyire parancsolgató stílust engedett meg magának. Arról viszont már volt szó, hogy az önbizalom mennyire fontos, hogyha az ember hatalmon van. Pontosan azért, hogy ne kövessen el olyan baklövéseket, amilyeneket Sólyom elkövetett. A Fidesz-féle alkotmány is remekül mutatja demokráciánk fejletlenségét. Az alkotmány titokban készült. Az alkotmányjogászok, tehát az alkotmány elemzői azt sem tudják, hogy egyáltalán kinek a nevéhez köthető ez az összeollózott iromány, ami más jogszabályokat szó szerint beemelt az alkotmányba, milyen kreatív. És ezt is úgy írták meg, ahogy az előzőt. Semmilyen szakemberrel nem egyeztettek az elfogadása előtt. Szűk körben kidolgozták, és pár órányi hivatalos parlamenti vita után elfogadták. Úgyhogy vissza kell térnünk a rendszerváltás kiinduló pontjához, mert rossz irányba haladtunk, elhibáztuk a célt. Új alkotmány kell, amire azért van szükség, mert a rendszerváltáskor írt alkotmány még a szabadság szellemében íródott, de nem lett színvonalas, viszont a mait már a zsarnokság szellemében írták. A másik probléma, hogy amit a Fidesz csinált, alaptörvényt, az érvénytelenítette önmagát. Ilyenre még nem került sor az emberiség alkotmány történetében. Előzetesen azt kell tudni az alkotmány műfajáról, hogy az alkotmány minden szava, mindenkire nézve kötelező. Tehát mindegy, hogy valami a bevezetésben vagy a legvégén van, attól még ugyanúgy általános érvényű. A másik, amit tudni kell az alkotmányról, hogy egy ilyen alapvető dokumentumban kizárólag jogi kifejezéseket érdemes használni, különben az alkotmány értelmét veszti. Idézet a Fidesz alaptörvényéből, más szóval alkotmányából. Nemzeti hitvallás. Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert az egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. Ezzel a teljes 1949. évben keletkezett 20. törvény, tehát az előző alkotmány visszamenőlegesen megsemmisül. Ugye ezt az alkotmány módosították a 90-es évek elején, közel 100%-ig, de a törvényszám megmaradt. Záró rendelkezések másik pont. Ezt az alaptörvényt az országgyűlés az 1949. évi 20. törvény,
19. paragrafus 3. bekezdés A pontja és a 24. paragrafus 3. bekezdése alapján fogadja el. Tehát egy nem létezőnek mondott alkotmány alapján fogadták el az új alkotmányt, ami így érvénytelenné tette önmagát, megsemmisítette önmagát. Mivel nem létezik, módosítani sem lehet. Ahhoz, hogy mekkora módosításon esik át a jogrendszerünk a munkám során, ennek a bemutatásához a rendszerváltáskor alapjaiban módosított 1949. évi 20-as törvényt vettem alapul. Nyilvánvalóan egy új alkotmány esetén a törvényszám frissülni fog. Preambulum, más szóval bevezető. Ez Magyarország alkotmánya. Nem nevezem vissza köztársasággá, mert vagy 20 milliárdot már elvitt a Magyarországgá átnevezés. A magyar köztársaságból Magyarországgá nevezték át. Bármi másra költhettük volna, ezt a pénzt több értelme lett volna. Úgyhogy most már nem variálom a nevet. Az alkotmányban nem kell történelmi igazságokat megfogalmazni, mert az nem az alkotmány dolga, hanem a történelem könyveké. 9. paragrafus, első bekezdés. Magyarország gazdaság olyan piacgazdaság, melyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. Nincs szükség tisztázni, hogy Magyarországon piacgazdaság van. Ha betartjuk az emberi jogokat, csak az lehet. Egyrészt. Másrészt a piacgazdaság nem jogi, hanem közgazdasági fogalom, ahogy a kommunizmus államelméleti fogalom, ezért nem érdemes jogszabályba írni, mert ott értelmét veszti. 13. paragrafus, második bekezdés. Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből törvényben szabályozott esetekben és módon teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Ezt módosítom, kivéve a magánkézben lévő sajtót, mert az tilos államosítani. Erre az alkotmányi változásra azért van szükség, mert a média az egyetlen hatalmi ág, aminek egy része magántulajdonban van. Szükséges korlátozni az erőszakszervezetek számát, hogy azok létrehozásával senki ne élhessen vissza. Magyarországon összesen 4 erőszakszervezet létezhet. Rendőrség, vám és pénzügyőrség, büntetés végrehajtás és a Magyar Honvédség. Fél erőszakszervezetekből csak egy lehet a polgárőrség. Értelmezés, fél erőszakszervezet jogkörük megegyezik a rendőrség jogkörével, de tagjai nem viselhetnek lőfegyvert és nem nyomozhatnak. A legalapvetőbb alkotmányos elv az emberségesség elve lesz, ami magában foglalja a szolidaritás elvét, egyéneknél az arányos közterviselés elvét, az emberi jókat, a maximális segítségnyújtás kötelezettségét és a közösség felé irányuló maximális hasznosság elvét. Például ez alapján állapítjuk majd meg, hogy mekkora az egyéntől elvonható adó. Mindennek a részletes kifejtése a reformok további részeiben történik. Az alkotmány szükséges kiegészíteni, mert az eddigi nem tisztázott bizonyos alapvető kérdéseket a polgári állam kialakításával kapcsolatban. Új paragrafus lesz, első bekezdés. A magyar állam a közösségi intézményrendszere. Ezért a magyar állam a bevételeiből különböző szolgáltatásokat nyújt a társadalomnak. Például biztosítja a társadalom 3 alappillérét, az oktatást, az egészségügyet és a nyugdíjrendszert. Ahol kell szabályozással, ahol kell pénzzel. A lényeg, ezen 3 ágban a szolidaritás alapelvének garantálása, mely alapján a lehetőségeid szerint fizetsz, és a szükségleteid szerint kapsz. Második bekezdés. A magyar állam társa az állampolgároknak, egyenrangú fél. Ezért az államnak önmagával egyenrangú félként, partnerként kell kezelni az állampolgárokat. A magyar állam egyes részeinek felettes, kényszerítő, büntető jellege a közösség felhatalmazásából ered. Tehát ha önnek nem tetszik, és sikerül elég embert meggyőzni az igazáról, akkor megváltoztathatja. Harmadik bekezdés. A magyar állam nem önmagában való, és nem önmagáért való, de az államcsőd elkerülése, tehát a közösség intézményrendszerének, az összeomlásának elkerülése fontos feladata a magyar államnak. Ezért csak hosszú távon fenntartható tervek, például gazdaságpolitika kialakítása elfogadható. Minden tervben, programban, törvényben, költségvetésben ezt az elvet kötelező érvényesíteni a hosszú távon fenntarthatóság elvét. Negyedik bekezdés. Amíg elsősorban az egészségügyben és az oktatásban a szolidaritáson alapuló politikát kell érvényesíteni, addig az üzleti életben jobboldali gazdaságpolitikát kell megvalósítani. Kevés adó és egyáltalán nem gondoskodó állam. Nem lehet pénzt osztani az üzleti élet szereplői között, helyette az adókat kell alacsonyan tartani. Az állam csak befektetőként vehet részt az üzleti életben, és azt is kizárólag plusz bevételszerzés céljából.
Az államszolgáltató jellege miatt elvárható az államtól az intelligens magatartás, azon belül a precizitás, a rugalmasság, a gördülékenység, eljárási idő minimalizálása, ügyfélbarát magatartás, felelősségvállalás egyéni és csoportos szinten. Ezek szükség szerint bírósági úton is kikényszeríthetők, ha az állam nem tesz meg minden tőle telhetőt az intelligens magatartással kapcsolatban felmerülő közösségi igények kiszolgálására. Az alkotmányunkat egy másik paragrafussal is ki kell egészíteni. Első bekezdés. Mindhárom klasszikus hatalmi ág egyenlő. A törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás. Továbbá, külön hatalmi ágnak számít a média, az alkotmánybíróság és az önkormányzati rendszer is. Minden hatalmi ág egyenlő, aminek a kormányzati és folyamatos teljes körű törvényhozási beavatkozástól védelmet kell kapniuk. Második bekezdés. Az önkormányzatiságot kapott szerveknek meg kell tagadnia az olyan utasításokat, melyeket nem kétharmados törvénnyel fogadnak el, és azon törvényeket, melyek sértik a demokratikus jogállamiságot. És megtagadhatják azokat az utasításokat is, melyek sértik az alkotmányban garantált önkormányzatiságukat. Aki a demokrácia lerombolására törekszik, azt az erőszakszervezeteknek el kell távolítaniuk a hatalomból. Demokrácia lerombolása értendő. A szakmai önkormányzatiságuk elvétele, feltétele, sététele, kinevezési rend, országgyűléshez vagy kormányhoz vagy azok valamely szervéhez kötése, nyilvánosság csökkentése, hatalmi ágak szétválasztásának megnyírbálása, tönkretétele. Az önkormányzatiságot kapott szervek, ÁSZ, APEC, stb. Ez majd az utolsó főműsorok egyikével válik teljessé. Harmadik bekezdés. A közszféra hivatalaiban az ügynökségi modellt kell megvalósítani. Tehát a hivatal nincsen elkülönült osztályokra tagolva, hanem egységes szervezetet alkot. A hierarchiát amennyire lehetséges, csökkenteni kell. Célhoz kötöttséggel, teljesítményösztönző rendszerrel, kinevezési rend demokratizálásával. Azon szervek, melyek nem kapnak önkormányzatiságot és amik önkormányzatiságot kapnak, partnerként kell kezeljék egymást. Negyedik bekezdés. A közszférában dolgozók bérük nagy részét teljesítményük függvényében kapják meg. Teljesítményük mérése történhet ügyfelek elégedettségének mérésével, mennyiségi teljesítmény méréssel, helybehagyott fellebbezések számának függvényében is, stb. A lényeg, hogy az eredményeket számszerűsíteni lehessen. Ötödik bekezdés. Az önkormányzatiságot kapott szervekről szóló későbbi törvényeknek kétharmadosnak kell lenniük, de ha meglévőket módosítják, a módosításhoz szintén kétharmad kell. A 19. paragrafus első bekezdését módosítani kell, ami így szól, a Magyar Köztársaság, vagy most már Magyarország, a legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az országgyűlés. Ezt törölni kell, hogy a legfelsőbb államhatalmi szerve, ez a rész a törvényhozás felsőbbrendű hatalmi ággá teszi, ez tilos. A hatalom megosztásban a hatalmi ágak vagy egyenlőek, vagy nem érvényesül a hatalom megosztás. Ha mégis a törvényhozás a legfelsőbb államhatalmi szerv, akkor nyilvánvalóan joga van irányítani az összes többi szervet. De ez a demokrácia elveivel ellentétes. A korrupció ellen fontos részletszabály. Parlamenti képviselő, kormánytagja, önkormányzati képviselő, polgármester, vagy egyéb állami intézményvezető, például ászelnök, stb. Vagyonosodási vizsgálatában a vizsgált személynek kell bebizonyítani, hogy megválasztása utáni vagyongyarapodása legális. Minden fent említett megválasztásakor teljes vagyonszámbavételt kell tartani. Ez egy erős garancia a korrupció ellen, hogy ezzel megfordítjuk a bizonyítási terhet. Ugye eddig a hatóságnak kellett bizonyítani azt, hogy valaki illegálisan szerezte a vagyonát, de az ő esetükben, hogy az állami felsővezetés esetében megfordul a bizonyítási teher, miután megválasztották, neki kell bizonyítani a vagyonosodásának azt, hogy legális volt a vagyonosodása. A köztársasági elnökről szóló résszel kapcsolatban csak egy módosítást említek, a többit már csak leírva találják meg a honlapomon. Ezzel kapcsolatban a legjelentősebb módosítást mondom el itt. A köztársasági elnököt nyilvános pályáztatás útján egyszerű többséggel fogja megválasztani az országgyűlés. A pályázatokban általános és azon belül konkrét cselekvési tervet kérünk, hogy a jelentkezők szerint hogyan lehetne emberileg a maximumot kihozni ebből a pozícióból. Alkotmánybíróságról szóló részhez. Alkotmánybíróságnak az egyik legnagyobb problémája, hogy nincs kontrollja. Ezek után
Az országgyűlés kétharmaddal megsemmisítheti, vagy módosíthatja az AB határozatait, de csak akkor, ha legalább két párt képviselőinek legalább a kétharmada támogatja. Az egyik pártnak ellenzéki pártnak kell lenni. De ezt csak az alkotmánybírósági döntés meghozatalától számított 3 év múlva tehetik meg. Tehát nem egy párt akaratáról van szó, legalább egy ellenzék és egy kormánypártnak egyet kell értenie, és a támogatóknak összesen és mindkét párt frakcióján belül is el kell érni a kétharmadot. A 3 év azért kell, hogy a parlamenti kontroll ne csorbíthassa az alkotmánybíróság hatalmát. A másik súlyos probléma az alkotmánybírósággal, hogy az alkotmánybíróság rendszeresen átlépte a csak elméletileg létező hatáskörét, melyet nem szabályoztak megfelelően. Ezért kell a következő. Az AB, tehát az alkotmánybíróság rákényszerítheti az országgyűlést a hibái orvoslására, de nem orvosolhatja az országgyűlés helyett. Az AB rákényszerítheti az országgyűlést a hiányosságai pótlására, de nem pótolhatja helyettük. Megsemmisítheti az alkotmányban nevesített jogok sérelme esetén a törvényeket és rendeleteket, de nem mondhatja meg, hogy szerinte mi lenne a megoldás. Például rákényszeríthetik az országgyűlést, hogy fejtse ki a magántulajdonhoz való jog tartalmát, de azt az alkotmánybíróság nem teheti meg, hogy ő fejti ki, mert nincs rá felhatalmazása. Másra példa. Rákényszeríthetik az országgyűlést a környezetvédelmi szabályozás megváltoztatására, de nem mondhatják meg az országgyűlésnek, hogy mit tartanak jónak, amivel egyben kötelezik is az országgyűlést az általuk jónak tartott megoldás végrehajtására. Erre gyakorlati példa a 28/1994-es AB határozat, mely utasításba adja az országgyűlésnek a környezetvédelemmel kapcsolatban. Idézem. Az állam a preventív védelmi szabályoktól ne léphessen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé. Idézet vége. Tehát ne büntessen, inkább előzzön meg. De egyrészt nem garantálti az AB ért a környezetvédelemhez, másrészt ha politikusként azt látom, hogy a büntetések jobban beválnak, mint a megelőzéssel próbálkozás, akkor megtagadom a határozatot, és a környezetvédelemben az utólagos büntetést részesítem előnyben. Nem is beszélve arról, hogy a preventív, tehát megelőző szabályozás is tartalmazhat szankciókat, tehát büntetéseket. Ez is mutatja, hogy az AB nem ért a környezetvédelemhez, ahogy sok máshoz sem. Az alkotmánybíróságnak csak negatív hatásköre lehet, tehát megsemmisíthet szabályokat, de arra nincs felhatalmazása, hogy nyíltan utasítgassa az országgyűlést. Ráadásul ilyen egyáltalán nincs az alkotmányban, hogy a preventív szabályozás előbbre való, mint az utólagos büntetések. Tehát a határozataikkal kreáltak maguknak egy saját alkotmányt, és hozzá saját törvényi szintű rendelkezéseket, ez a Sólyomféle alkotmánybíróság volt. Viszont én se egyetlen olyan alkotmányos rendelkezést, se törvényt nem vagyok hajlandó magamra nézve kötelezőnek elfogadni, amit nem az országgyűlés alkotott, hanem például az alkotmánybíróság. Tehát ezek után, amint megválasztották közös kinevezéssel az AB új tagjait, minden eddigi határozatukat felül kell vizsgálják, ezen új elvek alapján. Aki valaha az AB tagja volt, ezek után nem lehet tag, mert mindegyikőjüket az országgyűlés választotta, tehát a politika emberei. A kormány szerepe. A kormány olyan napi ügyek elintézésére hivatott, melyre a törvényhozás nem alkalmas. Ezek az ügyek 7. főműsor végén lesznek felsorolva. A kormány egy rendeletalkotó szerv, ami irányítja a minisztériumokat. A kormány a törvényalkotást elősegítő szerv. 35. paragrafus első bekezdését így módosítom. A kormány D. pont biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését törölni. Ez a feladat az alkotmánybíróságé, az állami számvevőszéké, a bíróságoké, az ügyészségeké, rendőrségé, társadalmi jogvédő szervezetek feladata és a választópolgároké. E. pont. A kormány biztosítja a társadalmi gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik a megvalósításukról. Módosítani. Elsősorban az államtól független társadalmi és gazdasági szervekkel együtt dolgoz ki társadalmi és üzleti terveket, velük együtt valósítja meg. Minden esetben az államtól független szerveknek nagy hangsúlyt kell kapnia az ilyen programok kidolgozásában. Elfogadásában több szavazatot, tehát együttesen nagyobb hatalmat kapjanak, mint a kormány és az egyéb közszférába tartozó szervek együttvéve. F. pont. A kormány meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait és biztosítja ezek megvalósulásához szükséges feltételeket módosítani.
A kultúra és a tudomány önkormányzatiságának kiépülése miatt a kormány csak befizet a tudomány és a kultúra kasszájába, melyért azok teljes költségvetési nyilvánossággal tartoznak. Ennek részletei ugye a negyedik főműsorban lesznek, ha jól számolom. A normál bíróságok működésével kapcsolatban egy új pont. A bíróságok legfőbb feladatai a jogállamiság védelme és a társadalmi problémák társadalmi szempontú megoldása, aminek egyik eleme, hogy törekedni kell arra, hogy az ítéletek elsősorban pénzbírságként vagy kötelező közmunkaként szülessenek meg, és csak kivételes esetben járjon szabadságvesztés. Erről részletesen majd a reformok vége felé lesz szó. 54. paragrafus az alapjogokról szól, első bekezdés. Az alapjogokat kiegészítjük. 59. paragrafus, első bekezdés. Magyarországon mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és személyes adatok védelméhez való jog. Ezt úgy módosítjuk, hogy a jó hírnév szót cseréljük rágalmazás mentességhez részre. Ez azért kell, mert a jó hírnév meghatározhatatlan fogalom a jogban, nincs olyan, hogy jó vagy rossz, csak jogos és jogtalan létezik. Az alapjogokat kiegészíteni. A jogbiztonsághoz való joggal, mely a kiszámítható jogrendszert foglalja magába, például a miniszteri utasítás körlevél nem lehet kötelező erejű, és a bíróságoknak legalább nagyjából hasonló ítéleteket kell hozniuk. Olyan ne legyen, hogy ugyanazon bizonyítékok és ugyanazon érvelés alapján két bírósági szinten egymással ellentétes ítéletek születnek, mert mindenkinek joga van tudni, hogyha csinál valamit, akkor mire számíthat. Ez a jogbiztonság egyik eleme. Ilyenkor valamelyik bíró fizetése egy részével felel a hibáért. Ezt a büntetést csak a legfelsőbb bíróság szabhatja ki, melyet a bírók választanak, de neki ki is kell szabnia a büntetést. Az alapjogokat kiegészíteni a szabad üzleti élethez való joggal. Ez a gazdasági túlszabályozottság elleni alkotmányos védelem, ami túlmegy a magántulajdonhoz való jogon, azzal együtt erős alapjoggá kell válnia. Az alapjogokat kiegészíteni a történelem megismeréséhez való joggal. Ez igazolja majd az államtitkok selejtezését, és ez komoly ellensúly lesz az államtitkok későbbi gyártásával szemben. Ezt a jogot intézményileg is garantálni kell egy ügyvédi irodával, hogy mindenki számára eredménnyel perelhetőek legyenek azok, akik titkosítanak. Alapjogokat kiegészítjük közhivatalt betöltők ellenőrzéséhez való joggal. Ebbe beletartozik minden juttatásuk és napi munkájuk megismerése. Ennek részleteiről a következő főműsorban lesz szó. Az alapjogokat kiegészíteni a háborítatlan internet hozzáféréshez való joggal, mely magában foglalja a véres programok elleni védelemhez való jogot, tehát a kéretlenül betűrő hivatkozások, reklámok, frissítési kérések, fogyasztói felmérések és vírusok ellen. Ezek után az internet szolgáltatóknak, ha szerelnek valamit és nem lesz internet, akkor kötelességük lesz a fogyasztókat tájékoztatni a jövőbeni internet kimaradásról, és ha nem tájékoztatnak, perelhetővé válnak. Az övék lesz a bizonyítási teher, hogy nem az ő hibájuk, hogy elment az internet. Ez azért nagyon fontos alapjog, mert sokan az interneten keresztül dolgoznak, és egy-két nap vagy egy-két óra internet kimaradás is jelentős anyagi kárt okozhat. Ezen alapjogból kiindulva a netsemlegesség elvét is törvényileg kifejtjük, hogy a magyarországi internetes keresőknél ne a pénz legyen az elsődleges keresési szempont, hanem mindenki egyenlő feltételekkel indulhasson. Az alapjogokat kiegészíteni a tanulás és tanítás szabadságához való joggal. Ezt a jogpárost még az 1848-as forradalom kormánya hozta létre Magyarországon. Az 1990-es évek előtti diktatúra megszüntette ezeket a jogokat, itt az ideje visszaállítani őket. Az alkotmányjog alapjai. A jogrendszerünk alapja nem az emberi jogok, hanem a valóság. Az emberi jogok követelése miatt az emberi jogokra sokan, mint önálló dologra tekintenek. De ez nem önálló, nem önmagában létező dolog. Az emberi jogok valós értékeket takarnak. Például az új szabad üzleti élethez való jog a munkahely teremtést, megszüntetést, szabad átalakítást takarja. Tehát a szabad üzleti élethez való jog mögött a működőképes munkahelyek kialakítása a valódi érték. A szólásszabadság mögött a közösségteremtés, közösségépítés és az intelligens gondolatok közlése a valódi érték. Ezért kell a szólásszabadság, függetlenül attól, hogy ezzel némelyek visszaélnek. De az is látható, hogy ezekre az emberekre a társadalom hatalmas többsége nem kíváncsi. Például a szélsőségesek rendezvényei mindössze 3-400-an, maximum 1-2000-en, de sokszor még 100-an sincsenek. Ha valaki visszaél a szólásszabadsággal,
a társadalmi támogatottsága ettől pont, hogy inkább csökken, mint sem nő. Értelemszerűen jogokra szükségünk van, hogy jogosultságunk legyen cselekedni. Ez problémáknál hasznos, de nem a problémákkal van gond, hanem azzal, ha személyesen nem tudjuk megoldani, és ekkor jön elő a jogok haszna. Mert ha cselekedni akarsz, probléma van, és nem tudod megoldani, akkor legyenek jogok, amire hivatkozhatsz. Így lesz értelme bírósági rendszerhez fordulni a békés és szakszerű megoldásért. Az emberi jogok arra is jók, hogy kimutassuk mások iránti tiszteletünket. Ha megsértjük az emberi jogokat, azzal azt mutatjuk, hogy nem tiszteljük az embereket. A jogokra elsősorban nem a gazdagoknak van szükségük, hanem a szegényeknek. A szegények azok, akiknek elemi érdekük, hogy legyenek jogaik. A gazdagok a pénzükön keresztül nagyon sok mindent meg tudnak szerezni maguknak, de a szegények csak akkor, ha vannak jogaik, amire hivatkozhatnak a hatóság előtt, vagy akár az üzleti életben. Mindig azoknak van szükségük, leginkább a jókra, akiket a legkönnyebb elnyomni, például a szegényeknek. A mindenkori kormányzatnak alapvető alkotmányos kötelessége lesz a társadalmat megismertetni a jogaival, főleg az oktatási rendszeren keresztül. Általános iskola alsós kortól kezdve, ahol a gyermekjogokat is külön kötelező lesz tanítani. A továbbiakban két részletszabályról lesz szó, a korrupció visszaszorítása érdekében. A közhivatalt betöltők ellenőrzéséhez való joghoz kapcsolódnak ezek a részletszabályok. Első bekezdés. Egy beszerzés sem lehet titkos, még a hadseregé sem, lásd Gripen botrány. Minden közféra által kötött szerződésnek teljes egészében nyilvánosnak kell lennie, ahogy a diplomáciai tárgyalásoknak is. Elég volt már abból, hogy a politikusok a társadalom feje fölött döntenek, rendszerint teljes titokban. Persze a második része, meg a Gripen botrányos rész nem kerül bele az alkotmányba, csak azt, amit általánosságban mondtam el. Második bekezdés. Helyi önkormányzatoknál polgármester, képviselő és a hozzátartozóik cégei az adott cégben legyen bármekkora az érdekeltségük, nem kaphatnak megrendelést az önkormányzattól. Központi kormányzatban miniszterelnök, kormány egyéb tagja, országgyűlés tagja, minisztériumi alkalmazott, közbeszerzések tanácsának tagja, APEC, állami számvevőszék, vám és pénzügyőrség tagja és hozzátartozói cégei az adott cégben legyen bármekkora az érdekeltségük, nem kaphatnak központi állami megrendelést. Korrupció és a hatalmi ág összeolvadása ellen egy másik részletszabály. A szakmai önkormányzatiságok kiépülése miatt az összeférhetetlenséget ki kell terjeszteni. Az összeférhetetlenségnek három típusa lesz. Egyik, az MTA-ban, egészségügyben, stb. Aki valaha bármilyen párt tagja volt, vezető nem lehet. Második, csak az lehet rendőr, pénzügyőr, adóellenőr, állami számvevőszék alkalmazottja, stb. Aki pártnak már legalább 5 éve nem tagja. ORTT tagja, bíró, ügyész, alkotmánybíró nem lehet, aki valaha bármilyen párt tagja volt. Műsorunk zárásaként az államtitkokról lesz szó. Mivel ennek a igencsak hosszadalmas államtitokköri törvénynek a jelentős részét itt nem mondom el, ezért ezt majd csak a honlapomon láthatják leírva. Ehhez az államtitkok korlátozásához mindössze egy rövid rész jön. Mivel az egész államtitokköri rendszer úgy, ahogy van rossz, ezért ezzel a törvénnyel kapcsolatban további módosítások várhatók, például rendeleti szintre kerül. Továbbá itt érvényesül az, amit a főműsor első pontjának a végén mondtam, hogy a politikai hatalom csökkentése egy rakás számomra fölösleges terhet levesz a vállamról. Ez egy rendelet lesz, aminek a további módosításához a rendőrség, a vám és pénzügyőrség és az országos atomenergia hivatal vezetője lesz jogosult. A tárgyalások és a döntéshozatal is nyilvánosan fog történni. Úgyhogy az államtitkokkal kapcsolatban az enyém csak az első lépés. A többi lépést már nem nekem kell meglépnem. A következő Kivágott Részek című műsor már jóval rövidebb lesz, úgyhogy ott már nem éri önöket ilyen extrém politikai élmény. Köszönöm, hogy megnézték műsoromat, a viszontlátásra!